Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Jaj, akkor a sóhaj volt ez. Hello mindenkinek, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Jó, egészségedre. Jó. Te hoztad, eheted. Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk, hello. Fú, gyerekek. Mire sóhajtottál? Mi van? Hát ez most necces volt. Beérés? 5 óra 40-kor ültem föl derékszögben, hogy valami nem stimmel. Tudod, a beidegződések, elfejtettem órát állítani. Annyira fáradt voltam tegnap. Hát ez most nem volt egy 5-40 is már itt vagy. Nem volt egy lassú készülődés. Fogad most már? Mindent. Amit nem tudtam. Csak az alvós pólogat nem tudtam. Nem, nagymamám neglizséjébe aludtam. Szereted, van kötődés a mamához. Ott aludtálunk a nagy, és mondta, hogy maradjon rajta a neglizsé nyugodtan, úgyhogy ebben maradtam. Hát ez most necces volt. Szerintem most egy gyors hajtás az. Mikor kelsz egyébként? Hát... 5. Lehet így is. Minek kezd föl 5-kor? De ez nem jó, tudod? Tehát van egy reggeli szertartás. Fölkelsz, csinálsz egy teát, mit tudom én. Elkészülődsz a fürdőszobába. Elindulsz, tudod? Hát megvannak ezek a reggeli. De amikor úgy indulsz, hogy nem tudod, és megszólal a házriasztója, és nyomod, és a kocsi riaszt, és hát, ez szörnyű. És melyik ujjadban harapjál? Mit hagyjál ki a reggeli szertartásra? Mi legyen? Mi ne legyen? Tudod, akkor, ha nagy dugóval lett volna, vagy itt benyalom a lámpát, akkor elkésed. Akkor átjössz a piroson, hát most hagyjuk már. De igen. De hogy ezt egy ilyen személyiségfejlődésnek élem meg ugyanakkor, mert régen egyáltalán nem zavart. Ezt tök őszintén mondom, egyáltalán nem zavart, ha elkések. Jött egy pittyegő SMS tőled, srácok, szóval fél hétre itt vagyok. Jött az SMS, gyerekek, ez van, emberek vagyunk. És mostanában annyira zavarna, mert az elmúlt fél éve egyébként nem nagyon volt csak egyszer, hogy egyszer idegesít, és nem akarok elkésni. Tehát ez a személyiségemben szerintem egy nagyon komoly változás, amikor igényes leszel arra, hogy ne késsel. Nem szeretek. Tehát idegesített, hogy nem akartam elkésni. Pedig semmi nincs. Hát bármelyikünk bármikor csúszhat egy kicsit, nem? Mi van benne? Idősebbek vagyunk nálunk ez az érés. Ez csak azért következett be korábban, mert hogy idősebbek vagyunk. Igen. Igen. Most már nálad is észreveszünk a felnőtt férfi stílus jelen. Ez a B oldal jele. Ez már a B oldal jele, ez már a felelősségvállalás az életedért, a döntéseidért, de rájöttem, hogy kifejezetten idegesítene, ha elkésnék. Nem szeretek már elkésni. Mondjuk, amennyit beszélünk mi a közlekedésről, az országosról is, meg a fővárosi közlekedésről is, szerintem már járna neked egy távirányító ahhoz a lámpához, hogy zöldre tudjad állítani, és a másikat meg pirosra. A villamosos? Igen. Megfogós? Nem. Egyébként tényleg. De ez piros, nyomsz egy zöldet. A késésben hát vagyok, rányomsz. Ott szerintem tömegek úsznak el reggel, hogy annak miért kell 10 percig sárga lennie, vagy pirosnak lennie a villamos átengedőnek, azt nem tudom. De most kegyes volt az élet. Tényleg válaszolt tegnap a Vitézi? Válaszolt. De rendes. Nagyon helyes. Ugye tegnap volt egy kis beszélgetésünk itt az összevont metrókról és buszokról, amelyeket egybe építenek, és akkor jött az SMS falra egy üzenet Vitézi Dávidtól, hogy már azok a trollik, a buszok, amik kigyulladtak, azok már ugye nincsenek. Már nincsenek tavaly óta. És te válaszoltál a saját mobilodról erre. Ő. Én válaszoltam neki, hogy örülök, hogy minket hallgatsz, persze, csak ha nem valaki eltekerte véletlenül a rádiódat. Üdv Balázs. És akkor erről... Puszi, Balázs. Nem voltam elég bátor. És azt írta a Vitézi, őszintén megvalva a zene után kutatva mindig válogatok, de azért, ha éppen odaérek, mindig belétek hallgatok. Ma éppen jókor hallgattam bele. Köszi, üdv Dávid. Á, de rendes. Gyerekek. Úgyhogy megvan a Vitézi száma, ki is tehetjük egy nyilvános oldalra. Igen. Nem. Nagyon jó arc. Tehát, hogy ez tegnap is elég. Uratkozó házi asszonyoknak a címed. Igen. Nagyon szimpatikus, kedves ez, hogy ír, nem az üzenőfalra, ráadásul hallgatta, vagy szóltak neki, igazából mindegy. Ez a fajta lazaság, ez nagyon, nagyon szimpatikus. Ez már egy másik garnitúra. Igen. Ez már egy másik generáció. Ez nagyon. Én annyira vártam, hogy a Tarlós is dob egy SMS-t. De ha jó, a csata még nem dőlt el. Igen, amikor a Margit szigetről beszéltünk. Na, a Tarlós PR-osa lennék, vagy kommunikációs vezetője, én ilyen irányba mennék. Tessék megszólalni egy morning show-ban, tessék megszólalni olyanok, ahol elérsz fiatalokat, nem tessék csak mindig... Tessék mosolyogni Bruce Willis mellett. Igen, nem kell mindig magyar nemzetbe megszólalni. Hát, a köztársasági elnöki hivatalnak nem derogált beszélni velünk, ugye?
még ugye legutóbb a kis poszki megmentése kapcsán, hát akkor kinek derogál? De van egy ilyen rossz beidegződés, hogy én nem dönthetek arról. Ez még ugye azért az elmúlt 50 év beidegződése. Én nem beszélhetek, engedély kell. A felettesem se dönthet arról, hogy beszélhetek-e, mert neki is egy magasabb szintű engedély. Senki nem mer döntést hozni, hogy beszélhessen. Akár egy polgármesteri hivatalban, most rácsörögnénk élőbe, jaj, nem tudom, kapcsolom, nem tudom, senki nem, igen, tessék, én vagyok, ezt ja. merem mondani, mindenki fél, nem, senkinek nincs nyilatkozási lehetősége, csak a legtetén ülőknek vagy állóknak. Pedig azt is el lehet mondani, ám úgy közvetlenül meg vicc, srácok, szerinted ki fogom rúgatni magam, tök jó, hogy fölhívtatok, érted? Hogy azt is lehet úgy kommunikálni, simán. Hogy ne haragudjatok, nem tudok rám itt mondani, mert A, fogalmam sincs, B, nincs hozzá hatásköröm, de nem ez kell, hogy jaj, nem beszélhetek. Félnek, hogy rosszat mondanak. Kérjenek írásos engedélyt. Igen, félnek, hogy akkor most kirúgják őket, hát most már azért a legtöbb szervezet, meg szolgáltatás, nem tudom, minek a szóvivője, azért most már elérhető és nyilatkozik, nem? A napból is tudunk találni, fogyasztóvédelemnél is, tehát ezek jó dolgok. Megpuhítottuk őket. Szerintem tök jó lenne, hogy például most áttelefonálnak a főpolgármesteri hivatal, és megkérdeznénk, hogy a főnök hallgatta még Led Zeppelin, nem? Azért tök laza lenne. Láttam annak idén egy riportot, és akkor abban azt próbáltam meg bebizonyítani, hogy a főpolgár az ilyen laza. Egyébként a civilben. Léggitározott egyet, az nem, is a dárban vagy. És akkor mondta, hogy já, egyébként a Led Zeppelin. És akkor áll Istennek nem kezdett bele a Star Way to Heaven-be, de ez milyen vicces akkor. Mi ez a rengeteg B betű az SMS falunkon? A játék van, és arra már küldik. Ja, már ilyenkor rá reggel már? Ilyen rendesek a mi hallgatóik. Meghallották a kérdést, már nyomják. Már nyomják, azért tele vagyunk B betűvel, nem tudtam, hogy mi ez. Jaj, tegnap kereket cseréltem, gyerekek, hát ez... Azért nem, ez nem lett a kedvencem. Nem vagyok egy, nem vagyok egy Red Bull, tessék? Autón? Nem, a gyerek is repülőjének. Nem, autón, és hát most ez is flottul ment. Hát tök egyszerű kereket cserélni. Mindig kicsit tartottam tőle, azt hittem, hogy ez egy ilyen bonyolult dolog, hogy emelő, hova, kerékkul, stb. Teljesen tiszta és egyértelmű. És most szóltál a szomszédnak, átjött, megcsinálta, tök egyszerű. Én világítottam, és azt láttam, hogy egyszerűen megy neki. Mondjuk itt is vannak különböző kategóriák. Ez a klasszikus? Tehát új kereket kell föltenni, vagy van most már az, amiben bele kell nyomni? Jaj, nem, hál' Isten, teljes értékű pótkerék volt. Igen, a Viki szögbe ment, vagy nem lesz a szögbe ment, és nem értem egyébként. Vagy kitámasztották neki, vagy... Aha. Nem tudom, de egy baromi nagy, ilyen százas szögszerű képződmény állt ki a gumiából, és akkor tegnap este ott szádban az elemlámpa, világítasz, próbálod leszedni a kereket, nem tudtam. Akkor... De otthon is véletlenül, tehát nem itt a hátsó parkolóban, és direkt valaki. Igen. Világítottam, ugráltam a kerékkulcson, ugye annyira meghúzzák ezek a pisztolyok, hogy azt emberi erő nem szedi le. De egészen, hogy fél órát így elbi belőttem vele, de jó volt. Élvezni még nem élvezkedtem? Élvezni még nem, de hogy ezek most már ilyen nagyon leegyszerűsített, meg jól kivitelezhető dolgok. Van a kocsin olyan hely, ahova az emelőt be tudod rakni, vagy ott keresgélni kell, hogy hol van a megerősített. Kerestem egy ideig, néztem, és aztán azt mondtam, hogy nem bírja, úgy is szó. Nem bírja valami hangot, majd kiad. Nem az enyém. Igen, úgy se néz a kocsi alá. Beraktam valami peremre, és elkezdtem tekerni. Először ilyen kis szárnyas anya volt, mondom, kézzel feltekerlek. Ment is, amíg ugye nem ért el a kocsi alját, hogy elkezdte emelni a kocsit, ott mondta, hogy jó, hát ez így. Ez azért egy kicsit bonyolult, hosszú kulcsot bele. Fekete Laci nem ért rá. Igen. Valahol evett. Egyébként rögtön tényleg megpróbáltam én is megemelni a kocsit. Mikor már föl volt emelve, hogy lógott a kerék a levegőbe, akkor kicsit alányult, és ott a kertemben próbáltam nyomani. Vicces lesz, körbenéztem előtte. Igen, körbenéztem, látja, hogy kicsit beleszakítottam. Meg se tudtam mozdítani semmi. De lecseréltem. A vicces az lett, van megemeli, és pont azon a határon tudod, amikor már csak egy ilyen lehelet kell a kocsinak, hogy átvihegyen, és elkezd borulni a Viki autója, te megmondták, hey, állj meg! Sikerült, édesem, lecserélted, nem, fölborítottam az autódat. Azért az mennyire szép. Gyere, Máki, kész vagy, megnézzük, nem, vissza kéne borítani az autót, mert éppen a tetején áll kín a kertbe. Hozd már gyereket, ilyet még ő se látott. Az anya kocsi. Én, apa, milyen erős. Nem, csak tudod, amikor így bemész, látod, hogy a feleséged eteti a gyermekedet, olajos a kezed, büszke vagy, kicsit izzadsz, megtörlöd a homlokod, lemosod a kezed, és úgy férfinek érzed magad. A szoknyájába. Igen, nem a fehér tapétába, a függönybe. És azt mondta, hogy megszolgáltam. Megcsináltam. Kivel élsz?
Kihagyok, nézd rám. Egyébként tényleg ilyen. Szóval hát, jó érzés. Szerintem egy nőben, egy férfinak a látványon képen kereket cserélt az autóján, azt szerintem elindít mindenféle ilyen hormonális változásokat. Én is. Nem? Tehát, hogy olyan meggyőző. Igen, én is ebben reménykedtem, hogy este lesz valami, de aludt, mire bementem. Mondtam, azt hittem ennél egy kicsit szexibb voltam. Elcseréltem mindet. Na, olajat is megnéztem az ablakosok felékat, és igen. Felvettem a kis kertész nadrágomat, jöttem, mint valami tudott kis munkás, de nem, aludt. Úgyhogy nem váltottam ki belőle még azt a hatást. Itt áll egy kólát, hideg kólát, végigcsorgott az arcodon, aztán a testedben, de nem figyelt oda. Kicsit mérgelődött, feltakarította, aztán elment aludni. ez a hosszú házasság titka, amikor már ilyeneket vesz észre, hogy iszod azt a kólát? Úgy, ez egyik ilyen legtiszteletre méltóbb emléke apámnak, így legalábbis ilyen fényképes vonatkozásban, amikor garázsmester volt, és lefotózta valaki, miközben kereket cserélt egy kamazon. és azért mondom azt, hogy azért egy kerékcsere, azért ez valami. És akkor jó, ez az emberi, igen, egy ember, az ember és a gép harca, hogy ott áll a nem kis darab apám, az egyébként nem kis darab autó mellett egy T-alakú célszerszám, egy kereszt alakú célszerszámmal is éppen áll neki, hogy kereket cserél. Hogy ránézt, és akkor azt mondta, öcsém, ez a fa, én már soha nem leszek. Ezt mondom. Egyébként ez megcsinált meg témába, amit mondasz, hogy neked melyik az a pillanat, amikor a párod szexi? Vagy neked melyik az a pillanatod, amikor a feleség... Nem éreztem, hogy apám szexi. Nagyon-nagyon tisztességes melós volt, és hogy nagyon-nagyon felnézte rá, és mondom, igen, de igazad van. De igen, arra másik, gondolok, hogy... A másik vonal az tényleg az. Ugye az nagy közhely, hogy mit tudom én, kis harisnyában, mit tudom én, mi ez a comfixben bejön magasak, oké. De hogy az élet mely helyzeteiben érzed azt, hogy na erre te most nagyon beindulsz. Vagy a párod ettől most nagyon-nagyon szexi. Szerintem olyan fura számukra megmagyarázhatatlan SMS-ek jönnének, amit nem tudsz megmondani, hogy ki mire indul be, nem? Jövő héten 8 után. Jövő héten 8 után? Igen, mert jövő hét hétfőtől suli van, 8-kor már gyerekek suliban. Biztos, hogy jönnek ilyen nagyon meglepő. Igen, ezt megcsinálhatjuk, kíváncsi vagyok. Na, hogy dolgozott a WC pumpával. És hogy van ilyen nő. Biztos, hogy van ilyen nő, akinek mi... Igen, akinek nem tudom, mit tudom, hogy kőműves a férje, és hazajön, és azt látja, hogy tudod, a kis gatya, vagy meg van izzadva, és azt mondja, na most akkor tegyék fel a mosógépre. Na, igen. Kapcsolod a centrifugát. Vagy pasiknál is, mit tudom én, ahogy a nő, nem tudom, csinál valamit, vagy felvesz valamit, vagy mond valamit. Nem? Ahogy dunsztol a konyhába. Igen, például. Érted, befőzés, az úgy valami. Nálunk otthon, ha egy ilyen házi munkát, illetve nem is házi munkát végzek, hanem egy kicsit így barkácsolok. De egy viszonylag egyszerű képzettársítás egyébként, mert hogy amikor lyukat fúrok a falba, benyomok egy tiplit, érted? Igen, Mónika meglátta a fúrod. Atya úristen, mekkora tipli. Mekkora lyuk. És volt már, hogy rányítottak, csak te voltál meg a tipli, meg a lyuk. Igen. Ó, mindjárt átjukat. Nem értették, mert már fél órája megy az ütve fúró. Érted, már látják a fúrófének a végét a szomszédba. Mi lehetett az oka ez? Beöltözöl szexibe hozzá, vagy átlag ruhában hát fúrsz? Amennyiben szexinek mondható, az kantáros. Van, kék kantáros. Ez a benzinkutas kék. Az, nem veszel alá semmit. De meg kell, mert nagyon bevág, amikor plafonon fúrok valamit, és nagyon bevág, és akkor kénytelen vagyok alávenni valamit, mert hogy... A kerék utána kell húzni 50 kilométerre. Igen, hogyha mentél egy kicsit, mert meglazulhat. Te jó Isten. A Vikinek, vagy van egy Bécsbe. Nem szóltam. Isten. És 60 kilométerre megy. És már az 50-ediknél tart, és nem lassíthat. De jó Isten, utána kell húzni, ezt nem tudtam. Illik utána húzni, én sose húztam utána, azt nem lett semmi baj. De úgy illik, hogy 50-et mész, és akkor még egyszer áll. Most képzeld, hogy a Viki majd ugrál azon a kulcsa. Igen, maga 40 kilójával. Te már meghúztál. Miért hát, ha 50 kilométer után kicsit meglazul, brutálisan meghúztam, az annyit bír? De ha te húztad meg, az megy. Mindegyiket meghúztad? Vagy csak egyiket? Már csak egy csomag. Most csak a feleségem volt ott, úgyhogy nem volt más. Igen. Senki más nem tudta. Péntek jönött a karitó. Igen. Koros már egy picit, de megrántom keményen. Igen. Majd fönnáll a létre, és azt mondja, Balázskám, elfogyott a vízkőoldót. Olyat alávágok. De és akkor a pisztolyosnál is vissza kéne menni? Vagy az igen. Igen? Aha, igen. Tudod, ezt a gumisok találták ki, tudod, hogy még egy ezres. 50 kilométer után jöjjön csak vissza, még egy ezres. Nem, gondolom a pisztoly az ilyen hidraulikával, vagy sűrített levegővel húz, azt nem. Csak a kézit kellene elvileg, de szerintem semmi nem lesz.
Hát maximum igen, hát lehagyja a hátsó kerék, nem? Hát, most hármon még el tud menni. Persze, így egy édesem lehagyott a hátsó kerék az M3-ason. Olyan nagy baj nem lehet. Na jó van. Megoszlanak a vélemények, 30 vagy 50. Ezek jöttek. Ezen most komoly csatázás vagy az SMS való, hogy 30 vagy 50 kilométer után kell utána húzni. Igen, de négy kerek autónál tényleg ez nem probléma. Ugye egy ilyen háromkerekű ikomatnál azért már érted, ha egyiket elveszíted, ott van gond, illetve nem, mert ahogyha átellenes oldalom maradnak már a kerekek, azért ott is van alátámasztás a háromkerekes autóknál is, de hogy egyébként a négykerekesnél nem olyan nagy gond. Elbírja az. Kicsit megrodjan a hátulja. Vagy átfeg a másik oldalra, és onnan jobban, az anyósülésből vezet, hogy meglegyen a balansz. Vagy ha igazán ügyes, két kerékre rakja a kocsit, nem is begurul a gumishoz. Kicsit kinéz, lehúzott ablaknál, és szépen két kerékkel begurul. Na, jaj, most ezzel elmondtam, hogy melyik a jó válasz, közben eszembe jutott. Na, hát hogy megkérdeztem, hogy mi ez a sok B betű. Rossz válasz. Igen, ez sok rossz válasz. Ez mind a rossz válasz. Nem baj, valakinek lesz legalább egy laptopja. Persze. A kérdés az jó nehéz volt, ahogy hallottam valami ilyesmit, hogy mit tud irányítani a laptoppal, a kocsiját, vagy a telefonját. Ja, igen. És a B a telefon, ugye? Igen, az nehéz volt. Ha erőkarral húztat meg, akkor nem lesz gond. Mondja Massa. Volt erőkarod? Hát aj, mutatom. A 34-es bicepsem. Nem a legyek hordnák össze. Most és ez egy enyébbik. Az erősebben húztam volna, meg is szakad a menet. Igen. Hogy állunk, tenisszel néztél? Nyilván nem néztél, mi? Semmi. Hát, ha kell, ha majd ott vagyunk, ha majd már fogadtunk. Hát engem ez egyébként nem érdekel, hogy fehérnadrágos emberek rohangálnak egy füvön. Ha füves? Igen, színes gatyások és kemény pálya, de minden más egyébként. Na, minden. De most ugyan nem Wimbledon, nem kell fehérbe lenni. Csak akkor érdekel, amikor már tétje van. Így van. Mi játszott valami fontos ember? Gyoko. Egy conga? Conga sérült, nem játszik. Szegély. A Möri nyert, azt látom itt most a kis telefonon. Gyoko ellen? Ne, de ők ilyenkor még nem találkoznak. Ők messziről indulnak. Mindig egy-egy főágról indulnak, kiemeltek, és akkor van hat ág, és hat kiemeltet berakják a főágra. Aha. Tehát nem tudnak az elején találkozni, csak negyed döntő, nyolcad döntő. Ja. Majd akkor szóljál, ha valakivel játszik a Gyokó valami fontossal, fogadunk, és akkor megnézem. Jó. És itt még az elején. Itt még nem kell. Csak figyeld azért, fogadási tippek, milyen formában van, panaszkodik-e, hát ez mint egy jó buki neked, ezt figyelni ne, kell. Ott rontod el. Igen? Ott rontod el, ha elkezdett komolyan venni. Tőle Ladán lenyilatkozza, hogy kicsit most kiújult a hátsérülés, akkor hogy fáj a lába. Tehát ezzel altat, és akkor már úgy megy oda az ellenfél, hogy na most fáj a háta, biztos nem lesz olyan jó, és olyat kap a Nadáltól, hogy vége van. Hihetetlen, másoknak években telik, hogy megértse a tenisz, és mondtam, egy perc alatt átláttál, hogy sportmentalizmus. Döbbenet vagy tényleg. Évekig tanulmányozom, és még mindig nem jöttem rá a lényegre, te meg itt egy perc alatt átláttál mindenki. Én még ezt a 15 semmit nem értem, hogy miért nem 1-0, de mindegy. Na? Na, ez jó kérdés. Ugye? Nem biztos, igen, mert az 1800-as évek végén ezt valahogy így találták ki. A két szervát azt tudom, hogy állítólag ugye ez egy ilyen királyi játék volt, és akkor ott nem sikerült neki elsőre. És akkor mondták, hogy akkor lehet még egy. Ja, és ez így benne maradt. Biztos, akkor ez is a királyi, hogy ne egy legyen, hanem ön rögtön 15-öt nyert felség. Igen, egyből 15-öt. Egyébként okay. Ezek érdekes dolgok, például hogy a maratonnál mondják azt, hogy ez 2129, ugye ez a 129 méter az azért került hozzá, mert hogy annyira volt egyébként a királyi párnak a rezidenciája, és hogy nézhessék a teraszról. Mert egyébként 42 volt a maratoni táv. Ja, hogy ott fussanak el előtte. Így van. És hogy ezt hozzátoldották meg azt a 129-et, hogy azért ők is láthassanak, mert ők nem akartak egy kicsit beébb gyalogolni. Az a 100 méter, igen, az a 100 méter, igen, szerették, igen. De nem csinálták. Igen, mint Churchill, ő is szerette nézni. Jó, akkor mondok, hogy se értettem. Mondok én is másholmit, a sárgarépa például, az eredetileg nem sárga színű volt. Na, és ezt a hollandok úgy termesztették ki, hogy az sárga színű legyen a királyi családnak, meg a narancssárga ugye színüknek megfelelően. Ami ugye a lobogóban is benne volt, meg hát ugye ez szép. És ezért narancssárga a répa. Érdekes, nem? Szóval ezeket az ember nem tudja, azt hiszed, hogy ilyen. És ez nem ilyen volt, ezt megcsinálták ilyenek. Vagy például azt mondták, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a Black Dick 4000-es az emberi alkalmazásra teljesen idegen is, hogy, de aztán bebizonyították ketten is. És utána pedig elterjedt, és gyakorlatilag sorozatgyártásra vált. Na jó, játéka, hogy állunk? 2-1-re vezetünk. Te voltál?
Tegnap igen. Tegnap én behúztam. Akkor szellőztessünk. Igen, én sajátékra, sajátékra gondoltam. Ja, úgy igen, úgy is. Értetlen, milyen könnyen rászaladtál. Nem a játékot kérdeztem. De nekem tök szívű, hogy ezt rögtön így fel is vállalod. Minek húzzuk az időt, mindjárt hírekért, ne tartsuk fel Karolina. Hihetetlen őszinte, hogy ma reggel felé tévedtetek. Na és visszatérve a játékra. Ott is te voltál? Kettő egy. Jó, lehet jelentkezni, jó, arcoskodni nyugodtan, bátran, mindenki egész napra előre kiarcoskodhatja magából a feszültséget. Jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal mi is. Ez itt a Morning Show. 10 perc múlva 7 óra van. Már jó reggelt kívánunk mindenkinek. Balatonkenese bevezetőjénél mérik az akaratja felől érkezőket. Ezt ebben a pillanatban küldte nekünk Ábel. Valamint Harkán a falu elején van ilyen? Eleje is vége van. Nem tudom, Harka, az ékezetek nélkül jött, tehát így nem tudom az összes települést fejből. A Sopronba vezetőket mérik a rendőrei. Ezt pedig Gyöngyi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, jó kis arcoskodás, ez már tényleg ilyen feszültséglevezetés mindenkinek. Hogy mit csinálnának velünk egyenként, külön-külön. Kinek mi lenne a sorsa? Kivel mi történne? Némelyik felajánlásban benne lennénk, hogyha a családi állapotunk ezt megengedni, de egyébként a játékra is jöttek nagyon sok szép szám van. Igen, de inkább fájdalmat és kínokat kívánnak nekünk. Könyörtelenek ezek az esemesek. Na, megnézzük ki a mai játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Józsi, szia! Sziasztok! Honnan hívsz minket, Józsi? Hát most éppen Siófokra tartok, itt Somról értem ki, és félreálltam az út szélére. Nem ilyen rendes vagy te, hogy félreállsz. Mit csinálsz, mivel foglalkozol? Árufuvarozás a leginkább. Árufuvarozás. Na, a Siófokra már ne vigyél Balatonra, már nincs senki. Vége a szezonnak. Persze, a Siófokiak. Ott már igen, sajnos tényleg szezon vége van. Jól van, kivel szeretné Józsi játszani ma reggel? Ez veled. Velem? Nem értettem, bocsánat, igen. Természetesen veled, igen. Headsetem vagy? Kimondtad, köszönjük, még elsindítottam az órát. Headsetem vagy kihangosítón? Kihangosítom, mert jönnek-mennek az autók, meg a motorza is. Ha nem tudod átvenni esetleg, ha már úgyis félreálltál, hogy egy kicsit egyszerűbb dolgunk legyen? Így jobb. Sokkal igen. Te vagy az Józsi. Jó, na elkezdjük akkor. János? 3, 2, 1, fire! Kérdezhetek? Szeretnél? Szeretnék, persze, hogy szeretnék. Kérdezzél, hát ennyire erőszakos vagy. Múlt héten, amikor Szabin voltatok, hallgattam a Best Of-ot, és az érdekelne, hogy van-e olyan, amit kihagytál a Wimbledoni történetből? A Wimbledoni sztoriból? Aha. Hallottad, amit meséltem? Hallgattam, persze, hogy nem. Szerintem nincs, mindent elmondtam, amit láttam, hallottam, ott tapasztaltam, mindenről beszámoltam, úgyhogy nincs ilyen. Igyekeztem mindent elmondani. Te is szereted a teniszt? Soha ne. Hát azt nem mondanám. Aha. Na, akkor azért csak mondtad még egyszer. Hát, hogy kicsúszott. Akúgy a fáját. Úgy kicsúszott a nem? Teremtési. Erre a kérdésre készültem egész végig. Tudtam, hogy meg fogod kérdezni. Várj egy picit, halljuk. Figyelj, hallgat. Jó, na megjött. Ideért megjött. Az egyiket megakadályoztad, és ahogy azt visszanyelted, lenyelted, már kiengedtél közben, és utána be is durrantottad a másikat. Igen. Azt hittem könnyebb lesz. Hát élőben egy picit mindig nehezebb, mint igen, valamiért igen. Amikor hallgatom a játékot, akkor nem olyan nehéz. De nagyon megtervezted, azt hallottam, hogy mit fogsz kérdezni, Wimbledon, majd ott biztos lendületbe jövök, és akkor elkezdek beszélni, mert hogy teniszről van szó. Felépítetted ezt a játékot fejben. A kérdésem, hogy szívesen játszottál volna ott a pályán, meg ilyesmi. Aha. Mert ugye én felírtam ide magamnak a dolgokat, amit majd kérdezek, de hát aztán nem jött össze. Jegyzeteltél is. Józsi, ne haragudj. Nem haragszom. Köszi a játékon.
Én is köszönöm, sziasztok! Hello, hello! Nem akarom mondani és hangsúlyozni a fontosságát ennek a játéknak, de tulajdonképpen ezzel mintegy felkerült a pont az íre, és eldőlt a hét. 3-1. 3-1. Attól válnak egyébként nagyon labilisá azok a játékosok, akik játszanak veled, mert nem hiszik el, hogy ha valakit ennyire nem érdekel ez a játék, illetve ennyire nagy az arca, hogy azt hogy nem lehet legyőzni. Tehát, hogy nem rúg egy önkolt végre. Igen, és ehhez még lenne a látvány, amit senki nem lát, hogy közben iszom egy kis kávét, megnézek egy újságot. Wimbledon? Hát figyelj, szerintem mindent elmondtam. Miért Michael Douglas megházasodott? Mint egy szendvics beleharapok közben. Igen, de ez így jó, mert ha rágörcsölsz és nagyon koncentrálsz, rájöttem, hogy sokkal könnyebben mondod ki. Ha úgy megpróbálod ezt valahogy ilyen természetesen csak úgy beszélgetni, akkor nem görcsölsz rá annyira a tiltott szavakra. Minél jobban rágörcsölsz, az agyad annál jobban kimondatja vele. Tehát én nagyon lazán kell. Nem áruld el nekik a titkot. De egyébként mind a három másképp játszunk, mert egyébként ugye tényleg. A Balázsnál van ez a fajta, hogy egy kicsit ilyen bele rossz lezserség. Nálad ugye egy nagyon céltudatos, nagyon határozott, nagyon odafigyelek arra, hogy mit mondok, és tök jó tolod, tehát, hogy igen, inkább ilyen tanári vagy, én meg ahogy esik, úgy puffan, általában jól esik, de hogy mind a hárma mások vagyunk. Tökéletesen. A Feri rövid visszakérdezések, színekre rámenés. Igen, te olyan elkezded mondani, aztán olyan nagyon nem baj. Én teljesen kiszámíthatatlan vagyok. Néha bedurantod. Néha megverem magamat. Néha nagyon elpopsizott saját magad. Igen, mindenki egy kicsit máshogy játssza ezt a játékot. Na jó. Lerobbant kamion a Rákóczi híd elején Pest felé a Szerémi út végén. Ott valószínű megint dugó lesz. Hát egy picit egy román kamion oda lefekült, gondolom, tegnap, nem? Tegnap az egész város ugyanezen okból kifolyólag volt valami baleset, úgyhogy ez ma is ugyanígy lesz. A hídon volt igen, valami nagy örület? A híd ugye használhatatlan, és akkor tegnap elintézték a Rákóczit, már ma is ügyesek vagytok. Itt forgat a feláldozhatók 3 vagy 4 mellettünk Bulgáriában. Láttátok a Mel Gibsont, hogy néz ki? Mellettünk Bulgári. Mel Gibson, nekem nagyon tetszett, mert hogy a nap egyik híre, megint egy tipikus bulváros dolog, hogy ugye mi a közös istenes Bence és Mel Gibson kezet, hogy mind a ketten fanatikusan gyúrnak. Csak Mel Gibsonon látszik. De hogy értitek az árukapcsolást, tehát hogy igen, hogy de most itt kitemelnek egy kicsit kihez? Hogy gondoljátok ezt? Hogy érzitek? De Mel Gibson döbbenetesen kigyúrta magát. Annyi kokszot zabálhatott abrakos tarisznyából, hogy az valami elképesztő, de hogy brutálisan, ugye ő lesz most a főgonosz. Benne van a Van Damme, benne van megint a Dolph Lundgren, benne van a Stallone, benne van a Schwarzi. Egyedül a Willis nincs, mert Stallone mondta, hogy lusta és pénzéhes, és kiszórta a Willis a stábból. Keveset akart dolgozni, sok pénzt akart kérni. És a Mel Gibson most a főgonosz. Hogy ez mekkora jó felség az érítők. Nem tudom, nyilván a gázsi is jó, de hogy így beugranak és leforgatják, nem? És ott van az 5-6 nagy ágyú most megint együtt. Azért ott móka lehet egy ilyen forgatás. Mit röhöghetnek ezek össze, nem? Biztos vagyok. Gondold el, egy ilyen stábebédnél, nem? Schwarzi ott ül, Mel Gibson, nagyon szivatják, egy iszonyatos beszólások mindenkinek. Tök jó lehet. És mindenki világszár. Nagy öregek, és ráadásul ugye azért ez a produkció enyhén szólva is hozza a pénzt. Tehát, hogy jó ment az első nagyon, kettő? Nagyon jól ment. Nagyon jól ment. Nagyon szerették az emberek. Nyilván egy móka végignézni ezt az egészet, mert iszonyú önironikus, meg annyira idézőjeles az egész, tehát hogy ez a soha nem töltenek, csak lőnek, és mindenki elhullik. És de hogy... Sláírta a forgatókönyv? Ha viccelsz. Tényleg? Az a durva, hogy egy darabot nem láttam belőle. Nem, még se az egyes, se a kettes, csak tetszik mindig az, aki benne van, és nagyon várom, hogy Steven Seagal és Michael Dudikoff. Mikor jön? Tehát ők még hiányoznak. Michael az kimaradhatna azért. Ő él még? Persze. Hát ő a 70-es, 80-as években, inkább a 80-as években a legnagyobb VHS kazettás akciósztár volt Michael Dudikoff. Így nem? Van. Így van. Csak hát nem, azért nem tudjuk, hogy él, mert ugye mindig ninja ruha van rajta. És nem tudjuk, hogy ő-e az. Még egy közlekedés így a végére. Trafi Miskolcon a József Attila úton mérik a befelé érkezőket a Zsigmondi utca kereszteződésénél. Ez szendvicses küldte nekünk. 2 perc van, pontosan 7 óra. Jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 7 óra múlt 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello mindenkinek. Sziasztok. Itt vagyunk, már csütörtök van. Most kezdtük a hetet, és már csütörtök, nem? Ugyanúgy, mint a nyarat most kezdtük, és egy momentumra nem emlékszem, úgy elmaradt, vagy úgy elfutott. Legalább a közös az nagyon jó, persze, most van egy csomó nyilván. Az milyen jó, az milyen. Egyébként tényleg jó hangulatú van. Hogy mindig csak a reggelek vannak, nem? Egy újabb reggel, egy újabb reggel, egy újabb reggel. Aztán így a napközben
dolgok valamilyen szürke félhomályba merülnek, így a délutáni alvás meg pihenés miatt, de hogy így mindig csak az vagy, meg ideggel van. Tompaság maga alá temeti a délutánjainkat. Igen, 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 de ki kell ebből törni. Na, vannak közlekedési híreink, itt van egy hallgatónk. Hello, jó reggel! Jó reggelt kívánok, sziasztok, Zoli vagyok. Hello Zoli, merre vagy? Most haladtam el az Egér úton, és befelé az ÖMV-k útnál történt egy koccanásos baleset. Úgyhogy alakul a dugó elég rendesen. Ez azt jelenti, hogy ugye mentél a hidak felé? Én kifele mentem. Ja, te kifele mentél, csak láttad. Így van. És ott szálltak, kettő sávot elfoglalnak, úgyhogy egy sávra szűkül, szép lesz ma is. Hát az akár még az autópályákig is visszadugulhat egészen. Igen. Így van, biztos. Köszönjük, hogy elmondtam. Nagyon szívesen, szép napot nektek. Köszi, ciao, hello, hello. Igazán levonulhatnának ilyenkor egyezkedni, csak tudom, hogy az van, hogyha elmozdultsz a kocsival, ugye akkor már nem tudsz rendőrintézkedést kérni, ha valaki nem olyan jó fej és nem adja meg azt, hogy bocs, én voltam a hibás, akkor az kész, vesztetted a dolgot. De miért nem lehet ilyenkor valamelyiknek csinálni három fotót? Hát nem tudom, biztos nem bizonyító erre. Az nem bizonyító erre, hogy azt mondta, hogy csináljunk három fotót, te is, én is gyorsan fotózzuk le, és akkor utána menjünk le, nem? De logikus lenne. Mindig mi ott áldogálnak. Ugye, mert érdekes, hogy ugye nem is maga a baleset az nyilván egy pár percig feltartaná egyébként a forgalmat, de az utána a helyszínelésre várás, amíg végeznek vele, stb. Tegnap beszélgetett egy kedves barátom, aki szinte magából kivetközve, elállatiasodva, üvöltve mondta, hogy miért nem lehet megbüntetni azokat az embereket, de hogy hatványozottan minden máshoz, mindenki máshoz képest, akik balesetet okoznak, akik egy autópályán, egy három sávos autópályán balesetet tudnak okozni, és miattuk aztán redugul az autópálya, és utána százak állnak mögöttük órákig, hogy ezek az emberek, Nyilván volt egy élmény, egy friss élmény ezzel kapcsolatban, valaki összecsókolozott valakivel az autópályán, ahol egyébként ugye megvan a megengedett sebességhatár, van azért bőven helyed arra, jó állapotban van az út, és mégis baleset lesz belőle. És utána pedig feltorlódik, és akkor bent ülsz a gyerekkel egy autóban órákon keresztül. Úgyhogy, és ő az a kategória, hogy elmegy mellettük, letekeri az ablakot, és még szól is nekik, hogy kösz szépen. Egyébként nem mond hülyeséget, szóval, hogy ebben tényleg van valami. Tehát lefelé az M7-esen, ha mindenki csak annyit tenni, hogy betartaná a követési távolságot, és kiszámolná egyébként azt, hogyha az előtte lévő autó fenekébe megy, vagy ha tart 30 méter... Na. Hopp. Hogyha az előtte autó, előtte található autó fenekében visz, hogy tartasz 30 métert, akkor köve hány perccel később érsz le? Tehát, hogy ilyen tényleg, nem egy perc. Körülbelül 100 km alatt annyi halmozódik föl. Ugye ott mindig a hátsó hibás általában, ha csak valaki nem alszik el, és nem megy szalagkorlátnak. Tehát rámész a fenekére, mennél már, lenn akarsz lenni, de hogy nem tudsz előbb lent lenni. Hát Páv telibe veri hátulról, és akkor utána meg 4-5-ös koccanások. És aztán bedugul az egész vége, és embereknek gyakorlatilag egy nap a hétvégéből rámehet. Nem is volt olyan szombat szerintem, amikor ne az lett volna, hogy biztos, hogy nem. Azon röhögtünk, hogy igen, áll az M7-es a bakcsomópontig, lépésbe ad a forgalom, mert a 42-es kilométernél két autó ment össze. Nem? Tehát nem tudtunk így elmenni hétvégézni. Vagy péntek este kell lemenni éjszaka, vagy mit tudom, szombat délután. Szombat délelőtt vége. Az teljesen, meg a péntek délután volt ilyen. Igen. Kerültet, ha tudtad. Na, egy-két közlekedés még. Herennél készítik a rendőrei a háromlábút, Kisbóki üzeni nekünk, valamint leszakadt gumidarab az M1-esen a 89-es kilométernél Győr felé, üzeni Mário. Trafi Miskolcon a József Attila úton mérik a befelé érkezőket, a Zsigmondi utca kereszteződésénél szendvicses üzeni, és a Rákóczi híd elején Pest felé, a Szerémi út végén van egy lerobbant kamion, úgyhogy valószínűleg az Egér út nem emiatt dugul, mert ott is baleset van, de az is vissza fog dugulni. M5-től Szeged felé 57-es kilométer, kamion pihen az árokban, még nincs semmi, de ha mentik, akkor lehet. Valamint Balaton-Kenese a bevezetőnél mérik az akaratja felől érkezőket. Ez pedig Ábel üzente nekünk. Szellemüzés álcájával feküdt le nőkkel egy kínai férfi. Elmondása szerint a férfiasságával tudja kiűzni a rossz szellemeket a nőből, vagy a nőkből, valószínűleg csak ugye, hát így tudott együtt lenni csajokkal, bíróság elé állították, mert azt mondta a nőknek, hogy a belé költözött rossz szellemeket bizony csak a péniszével tudja kihajtani. És hát ezt több nőnél megpróbálta, egynél összejött, azt mondta, hogy az ártó lelkeket nem lehet máshogy. A nő egyébként egy ilyen munkahelyi ügy miatt kérte az önjelölt szellemírtó segítségét,
aki egy szállodai szobában találkozott a megbízójával. Tehát ez már érdekes. Megparancsolta a nőnek, hogy vetközön mesztelenre, mert csak itt tudja elvégezni a szükséges vizsgálatokat. Majd megállapította, hogy a szellemek a nő vaginájába költöztek. És ez csak is úgy orvosolhatja, ha péniszével takarítja ki az üreget. Raffinált, nagy raffinált. Mit csak akkor, ahogy megijednek tőle. Így van, a nézze asszonyom, ezek a szellemek, ezek nem ijedősek. Valami olyasmit kell nekik mutatnom, amitől igazán megrettennek. Valami, ami mindennél félelmetesebb, mutatom. Mr. Bob. Na de várj, képzeljük el az egész helyzetet az elejétől kezdve, hogy ez hogy zajlik, hogy mennyire naívnak, vagy butának, vagy ostobának, vagy kiéhezetnek kell lenni, hogy te ezt elhitt. Tehát fölhívsz egy jóst. Azt mondja, hogy igen, értem, meg tudjuk oldani. Jöjjön ide. Hova? Hát jöjjön el egy szállodába. Már innen indul a dolog, nem? Ahol te már gyanút fogsz. Hogy elhív téged egy jós egy szállodába. Nem egy közterületen találkoznak, valahol egy parkban. Hát vagy a lakásán, ugye a jósok általában a saját lakásukra hívják, és akkor megmondja a címet, menjél oda, csönges föl, második emeletbe mész, szálloda. Bemész a szállodába, megkérdezed, hogy Hang Xiao Ting Hong a 206-os szobában van. Fölmész, és ott áll a pacák, aki azt mondja, hogy mindenek előtt vetkőz mesztelenre. És a nő még mindig nem. Azért már gyanút kellene fogni. Na de miért, ha belül van a szellem, érted? Akkor az nem látszik ruhában. Akkor azt meg... És egyébként én azt mondtam volna, hogy endoszkópos vizsgálat. hogy az emberi ostobaságnak tényleg nincs egyébként határa. Majd, amikor az aktus megtörtént, mert a pacák elmondta, hogy igen, ő csak ugye a kis péniszével tud szellemet írtani, akkor a nő ugye belement ebbe. De azért utána kihívta a rendőröket. Beleült ebbe, igen. Utána viszont kihívta a rendőröket. Tehát akkor most mi volt a baj? Nem volt jó, valószínűleg bennmaradt a szellem. Tehát belemész, de utána vagy közben rájössz, hogy ez nem jó? Vagy tudod már az elején, csak nem mersz nemet mondani? Vagy hiszel abban, hogy ő makkal takarít? Tehát nem értem az egésznek, mert ha viszont ő lefeküdt vele, és azt mondta, hogy rendben, ha ez kell ahhoz, hogy bennem ne legyenek szellemek csinálni, akkor utána miért hívta ki a rendőrséget? Nem sikerült a szelleműzés. Hát, hogy felvegyék a jegyzőkönyvet. Maga az aktus lehet, hogy jó is volt. Jól esett neki, viszont érezte, hogy a szellem aztán, bent van a lukban aztán továbbra lehet, is. Hogy mi nem ismerjük az ő kultúrájukat, mert nekünk nagyon beégett ez az ördögűzős ilyen bibliával keresztel meg latin szavak mormolásával történő ördögűzés. Lehet, hogy ez így megy Ázsiába. Hogy már évszázadok óta. Érted? Hogy ezt így csinálják? Hát, hogy ők azzal űznek. Lehet. De kihívta a rendőröket utána, a pasi meg azt mondta, hogy ő cukorbeteg és nem képes erekcióra. Tehát, hogy ez lehetetlen, amit a nő állít. Hát ennek azért vannak nyomai. Így van, én azt gondolom, hogy van egy-két olyan eljárás, hogy fogalmazzak így, aminél ennek az ellenkezét be lehet bizonyítani. Aha. Tehát, hogyha valaki azt állítja magáról, hogy nem képes erekcióra, mert ő cukorbeteg, az elé lehet hozni szerintem egy-két olyan szakirodalmat, szakanyagot, DVD-t, stb. Néhány káncos lányt, akik bebizonyítják ennek az ellenkezői. És azt is mondhatta volna az orvos, hogy két helyen van a torkában és a egyszerűen. Ezt egyszerűen nem tudom elhinni. Azt mindig forduljon, meg így nem férek hozzá. Igen. Mindig tudtam, hogy ezek az emberek, ezek mindenre hajlandóak azért, hogy levegyenek bárkit 5-10 ezer forinttal, vagy 5 dollárral, vagy 8 yuannal, de hogy ilyen szinten használják ki az emberi ostobaságot, és hogy erre vannak azok, akik vevők. Hát ez az, hogy van másik oldal is. És ott állsz mesztelenül a szobában, és még mindig nem teszed össze, vagy annyira hiszékeny vagy annyira tényleg hiszel abba, hogy szellemek szálltak meg, hogy a Pali le akar veled feküdni. Mennyire ostobának kell lenni ez? És amikor megérkezik a hölgy, akkor a Pali végignéz, és akkor eldönti, hogy vegye be a két tablettát, vagy vetkőzzön le, hogy néz ki. Igen, ugye ez is necces. Mert hogyha ha megjön valaki, aki nagyon ronda, akkor hát akkor azt mondod, hogy nem ott van, akkor fülgyertyázzuk meg, mert azért. Ja, igen. Akkor valószínűleg a fülfülében volt, akkor csináljunk valami egyszerűbbet. Arra lennék kíváncsi egyébként, hogy kik találnak ki szemetebb dolgokat, a nők vagy a férfiak? Tehát, hogy kik a leleményesebb lehúzók? Több olyan női áljós van, akár Magyarországon is, aki átvág mondjuk férfiakat, vagy a nők ügyesebbek ebben, vagy a férfiak azok, akik ezt jobban csinálják, és nagyobb kamukat találnak ki. Hát itt szerintem, itt ebben az esetben inkább férfiakban nehezen tudom elképzelni, hogy van egy olyan kínai nő, aki ördögűző, és ő is kihajtja a férfiakból, de hogy? Nem a konkrét szexre gondoltam, hanem hogy a nők hazudnak többet, és ők húzgálják le jobban a pasikat. Tehát több női hazug kuruzsló van Magyarországon, vagy több a férfi,
aura látó, olvasó, a tisztító. Szerintem fordítsd meg egy kicsit a dolgot, azért több a férfi, mert a nők ezekben jobban hisznek. Mert a nők hiszékenyebbek? Mert a nők sokkal, szerintem a nők sokkal könnyebben megrendelik a pénzcsináló talizmánt az újság hátsó oldaláról 2004-ér, mint a férfiak. Na, szerintem egyre több pali jár már ilyenekhez. Szerintem nagyon sokan mennek kártyázni, meg kártyát, már nem kártyát pokerezni, hanem kártyát dobni. Dobatni, jósolni. Szerintem nagyon sokan. Most már a palik ugyanolyan hiszékenyek lettek. Vagy legalább egy nyugtát róla. Vagy legalább egy veréssel fenyegetőzni. Én tudok olyan magyarországi ilyen jósol, akihez elment egy pár csaj, és ő ugyanezt el akarta játszani. Ő masszírozással kezdte. Tehát ő azt mondta a lányoknak, hogy hát ez akkor a különböző csakrákat kell jól megmasszírozni. Aha. Ugye? És hú, de merev ez a csakra. Ezzel még kell dolgozni. Levetköztette a lányokat bugyira, melltartóra, felfektette őket egy asztalra. Volt konkrét ismerősöm, aki elmondta, hogy ezt megcsinálta. És így nem értettem, te hülye vagy? Te miért feküdtél föl? Mert annyira zavarba volt, és annyira megijedt, hogy nem mert szólni, hogy ne. Nem utcany. Ne baj lesz. De egyébként van egy ilyen megdöbbentő hatása, hogy nem mert. És a Pali elkezdte simogatni. És akkor így simogatta, ott simogatta, ezt masszírozta, azt masszírozta, és akkor mondta, hogy vegye le a bugyját. És akkor mondta, hogy hát ez talán már bugyi lehet. Bugyi volt a pickon. Tessék? És most vedd le a bugyimat. De nem, hát vegye le a nő a bugyját. És akkor mondta, hogy hát akkor azt már lehet, hogy nem kéne. És hogy nem egy nővel eljátszotta. Hogy nem tudom, ilyen gyökér csakra masszírozás. És ezt egyébként nem 70 éves idősebb nőknél játszott, hanem 20-25 éves. Hogy nem. És a mellében is úgy gyökér, csakra gondolom, tehát ott is meg kellett masszírozni. A mellében is, hogy azt tudom, hogy ennek a lánynak a barátja akkor ezt az embert, ezt meg akarta verni. Joggal. Uh-huh. Egyébként nem. Tehát a feleséget hazajön és azt mondja, hogy hát voltam, nem tudom, valamilyen kártyás embernél, csak bugyiba kellett feküdnöm egy asztalon, és masszírozta a gyökér csakrámat. Én nem tudom, hogy praktizál-e még, hát ez nem is lehet praktizálásnak hívni. De hogy az ilyeneket tényleg nagyon kéne merni. Nem? Hát, vagy a nő a hülye, hogy felfekszik, és elhiszi, és nem mer szólni, és nem küldi el az anyjába? Hát, én megértem azt a nőt, aki nem. Hogy nem mersz, annyira megrémülsz ott egy pillanatra, hogy egyszerűen nem érted a dolgot. Még ott állsz mondjuk bugyiban, és még mindig nem gondolsz arra, hogy ő mondjuk molesztálni akar téged. De miért nem gondolsz? Még megijedsz a körbelévő koponyáktól, meg a kitömött baglyoktól? Vagy... Nem, szerintem nem gondol. Szerintem azt gondolod, hogy mivel elmentél hozzá, és ő bajba jutott embereken segít, ő jó ügyet szolgál, és nem akar veled semmi rosszat tenni. Sokkal később esik le, hogy itt valami nem stimmel, mint amikor már valójában le kéne, hogy essen. És kijött belőle a szellem? Nem, hát ő aztán fölöltözött, hazament, ugye ott akkor nagy sírás, zokogás, elmondta barátjának, hát azért ez egy nőnek trauma. Aki nem teljesen hülye, és megérti, hogy ez a dolog valóban nem a gyökér csakra masszírozásról szólt. És akkor a Pali, azt tudom, hogy vissza akart menni. Mi lett az ügy vége, nem tudom. De remélem, hogy bejutott a lakásba. Igen. Hát de nem azt érdemli. És megkezelt a jósnak egy gyökér csakráját. Hogy tényleg hol a határ, ahol már az embereket megpróbálják lehúzni, vagy átvágni. Szerintem itt azért van egy jó nagy adag nyitottság tényleg, amikor elmegy oda, hát már abból látszik, hogy elmegy, és akkor hisz abban, hogy mondjuk kártyákat dobnak neki, vagy pedig meggyújtanak két füstölőt, utána egy egyébként üveggömb felett, amivel még adott esetben még ilyen villámok is vannak, amik nagyon mutatnak, például egy előszobában, vagy egy nappaliban, amikor mondjuk este felgyújtja, leoltja a villanyt az ember, és akkor így akármi, és akkor elkezdek mormolni felette, meg járatják felette a kezüket, és akkor még jön már valami szitárhang is a hangszórókból, és akkor benyalják az egészet, persze. Kati, vedd le a ruhát. Érted, egyik pillanatban még a körúton volt, a másik pillanatban meg így elvarázsolva, mint te nem tudom, érted, hogyha a Roxfortban lennél valahol. Na jó, de akkor miért megy el ennyi ember? Hát állítólag egy évben milliárdok cserélnek gazdát. Tehát a NAV nem dolgozik máshol, mint hogy ezt valahogy megpróbálja megadóztatni az önkéntes gyógyítók, kuruzslók, ugye számla nélkül dolgoznak. Hát miért van az, hogy évente több milliárd forintot költenek el erre emberek? Valamibe kapaszkodni kell. Hogy valamibe próbálnak kapaszkodni. És úgyis egyébként is érthetetlen az egész, nyilván működik, elmész, de hogy a vetkőzős jelenetig, hogy lehet eljutni, azt nem tudom. Tehát azt tényleg nem tudom. Hát amitől kész vagyok, ez a tévékben, ez a Julcsi a fénylátó, Aranka a tisztállátó, Imre a térugró, Julcsi a dimenzió király, és Ödön, ott ül Ödön az aura olvasó, aura tisztító. Nem?
Ivetke a pénzenergia behívó. Hát, hogy most tényleg is. Remélem, hogy pokorra kerül az összes. Nem? De most tényleg. Tehát, hogy az a fura, hogy ők miért nem maguknak csinálják ezt. De tehát, maguknak hogy csinálják. Már úgy érte nyilván, igen. De hogyha én már, ha már én ilyen adottságokkal rendelkeznék, akkor magamnak behívnám a pénzt, aztán pedig elköszönnék a világtól, azt mennék valahova föld körüli útra. Idénke vagyok a pénzenergia behívó. Igen. De betelefonálsz, és azt mondom neked, hogy János, érzem, hogy jön a pénz. Mondom, és te erre azt mondod, hogy de jó, hogy érzed. És közben Irénkének jön, mert ketyeg a telefonod. És nem is hazudik. 400-zal. De a legdurvább az, azt vettem észre, hogy az ilyen típusú műsorokban már nem engedik őket adásba. Tehát az van, hogy ugye régen az volt, hogy beszélgethettél Louis-val a fényevővel. De most már nem ez történik, hanem ott ül Karcsi az aura tisztító, és 10 percig ugye nincsen kiadásba téve, csörög a telefon, beadják általában egy idős, szerencsétlen, ilyen nagyon hiszékeny öreg néni. Jó napot kívánok, Marika vagyok. Elmondhatod egy mondatban, de nem vagyok benne biztos, hogy... Csak a kezelést is vállalnak, mert nagyon jó dolgokat hallottam róla a halástól a múltkor. Mert ez már nincs, tudod, mire jöttem rá? Hogy azt tettem észre, hogy ezekben a műsorokban már nincs élő beszélgetés. Tehát annyira be vannak tojva attól, hogy beszólsz, hogy menj anyádba, te köcsög, annak, aki ott ül, hogy előre felvetetik Mariska nénivel azt az egy mondatot szerintem, és amikor azt mondja, hogy haló tessék, figyeljétek meg, akkor bejátszák neki, amit Mariska néni elmondott. De már nincs, igen, és még mit kérdez, és még azt ez. És abban a pillanatban, hogy elmondta, veszik ki adásból, és már csak ugye a félbolond reagál, aki ott ül bent. Nem? Nincs már élő. Régen még volt ilyen, és még mondja, és még az a bajom, és abból mit lát, jaj, aranyom, pénzenergia. A szegény Anetkának is rendszeresen betelefonáltam. De a Netkával nem volt baj. Szórakoztató volt, vetkőzött, megcsinálta, kitalálta a Budapestét. Ráadásul kőkeménye állta ezeket a dolgokat. Meg az más volt, tehát az más volt. De hogy most már itt sincs beszélgetés, nem? Karcsival a fényevővel. Valószínűleg tartatják a vonalat azzal, aki betelefonál. Ugye előre rögzítik. De az alatt bejön a lóvé, aztán meg, na Mariska, akkor mi a baj? Mariska elmondja, és csak azt adják be neki. És már igen, a készmondatot bejátszák. Úgyhogy, hogy lehetne ezeket az embereket lebuktatni? Olyan jó lenne, nem? Ha valahogy az összes olyan ember visszakaphatná a pénzt, aki erre 100 000-eket költött el, és az így egy ott a világon semmit nem ért. Mert hogy vagy nem mondanak konkrétumot, ha megfigyeled a jóslatban. Önnek az egészségében változás következik be. Ezt mondja. Uh-huh. Erre, aki beteg, azt mondja, hogy de jó, meggyógyulok. Én nem mondtam ilyet, én azt mondtam, hogy változás, és te rosszabbul nem jönnek az okos kérdések, hogy pozitív vagy negatív értelemben változik. A legeslegdurvább, amit azt láttam, amikor betelefonált egy nő, és azt mondta, hogy vegye le a rontást, oké, de hogy számokat kért, lottószámokat. És azt mondta, hogy becsukta a szemét, az ön számai a 7-es, a 12-es, a 44-es, a 86-os és a 93-as viszlát. És 10 percen körül ez volt, hogy a csávó mondott 5 számot. Ültem, valamelyik kis kábel tévén volt. Ültem, és így döbbentem, mondom, nem hiszem el. És jött Marika néni, jó napot kívánok, én is szeretném a nyerő 5-öst elkérni. És mindenkinek más 5-öt mondta. 26-os, 13-as, 44-es viszontalásra. Tök király. Nem hittem el. Azt nem hittem el. És biztos, hogy ezek a nyerőszám? Igen. És mikor húzza ki? Azt nem tudom. De hogy ezzel fog nyerni. Az döbbenet. Ha nyer, akkor ezekkel csak nyer. Ezzel. Na tessék, melyik témát csináljuk most ebből? Hogyan vert át téged valaki, akihez elmentél, és az is egy pálcával megbüntetett? Makkos ördögűzés. Igen, makkos ördögűzés. pálcás energiafeltöltés. Vagy a leghülyébb dolog, ahogy egy pali vagy egy nő megpróbálja lefektetni az ellenkező nemet. Mind a két irányba mehetünk, szabad az utóbbi. Annyira gondoltam. De honnan nézzük az utóbbi? Nem, mert abban többen vannak benne abban a szituációban, mint a jósol. Tehát jóshoz is sokan járnak, de a lefektető sztori az meg mindenkivel előfordult, nem? Hogy a leghülyébb mód, ahogy megpróbál téged egy pali lefektetni? Milyen hülye dumával? Hát nehezen egy pali, de lehet róla szó, próbálja meg. Nem, annak még ezek a klasszik hülye dumák? Én nem nagyon nyomtam ilyet soha. Nem kellett, hál' Isten. Mi van? Nem kellett. Hát nem volt rá szükség. Hát most... Hát ennyi. Ment a dolog magától. Ment. Jó, értjük. Nem jöttek be neki a hülye dumák. Nem lehetett csak úgy lefektetni, soha Balázs. Igen. Hülye dumákkal.
Ha Charlie a majmot nézte, akkor mondanom kellett két mondatot, hogy... Hogy mi a helyzet? Ha szerencsé volt, akkor ne. Legyen inkább ez? A kínaiból kiindulva? Igen. Hogy a legszerencsétlen, meg legnyomorultabb próbálkozások, ahogy a te kollégád megpróbált téged felszedni, ágyba vinni, bevágódni, megpróbálni összejönni veled. És ha bejött, annak külön örülünk. Mert ezek általában nem szoktak. A legbanálisabbak számomra azok a vigasztalósak. Tehát, hogy ott persze értem a dolognak a lélektanát, hogy abban a pillanatban egy kis segítségre, egy kis támogatásra, egy kis gyengétségre van szüksége annak, aki éppen kipanaszkodja magát például egy férfi kollégájának, aki rögtön rárepül, ugye a szabad pillanat, rögtön megvigasztalná, de hogy mehet bele a lány? Tehát ott abban nem értem, mert valójában persze valahol értem, hogy azt keresi, aki miatt szomorú, aki miatt sír, aki miatt vigasztalásra vágyik, de hogy mehet bele? Ez a nagy gyerem, hogy megvigasztalja, hogy én megértelek, én tényleg, és tudom, mit érzel, és na, gyere. Tényleg, azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatalságomban sokszor vigasztaltál, amikor még ezt megtehettem, és ezt lehetett. Hány zokogó lány keresett nálad vigasztalat? A vigasztalásra szoruló lányoknál nincs egyszerű préda, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy megsebzett, kicsi, szárnyaszeget kis verépfióka, aki éppen kiesett a fészekből, mert az ő kis madárapukája valahova máshova repült, a legkönnyebben hozható át a saját fészkedbe, ha érted. Ja, ha érted, hogy mire gondolok, sebezhető, kiszolgáltatott, és nagyon hiszékeny. Három és akkor két... jó mondat, és már ott csicsereg. Három nálad. Jó mondattal úgy csipog a kicsi fióka, hogy te azt nem is akarod tudni, hogy mennyire csipog az a kicsi fióka. De valahogy ez is emlékszem olyan, olyan bizarr, nem? Dehogy is. Nem az? Dehogy bizarr. De veszélyes, nem? És közben... De, hüpögjél már! Nem. És közben, mikor együtt vagytok, néha kicsit belezokog, akkor megint megvigasztod. Belezokog a mikrofon. Kicsit hát megint zokod, azt mondod, ne sírj, aranyom, hát egyszer biztos kibékült. Remélem már holnap. Hidd el, holnap felhív. De addig felejtsd el. A sebzett vad a legjobb. Régi szép idő, de tudom, hogy az. Hát hálás. Na óriási szerencsében pont nálad van a vigaszpálcám. Könnyen célba ér ott az ember, ahogy én arra emlékszem. Na jó, oké, várunk akkor SMS-eket, jó? Ha valakinek van olyan máig frusztráló élmény, hogy a legnyomorultabb módon próbálták összeszedni, felszedni, bepróbálkozni nálam, leginkább egyébként szerintem nők írnak majd, akkor küldjetek SMS-t, SMS számunk 0670-645-0000, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3.48 lesz pontosan, 2 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy kínai férfiról beszélgettünk, aki úgy próbálta meg a szellemet kiűzni a nőből, hogy azt mondta, nincs más a lehetőség, csak hogy a péniszével tegye meg. A kínai nő belement a dologba, elment a szállodai szobába, lefeküdt az ágyra, aztán lefeküdt a palival is. A dolog aztán nem tetszett neki annyira, kihívta a rendőröket, rájött, hogy átvágták. És arról beszélgettünk, hogy vajon kik a hiszékenyebbek, a nők vagy a férfiak, kik húznak le jobban minket, ártatlan, sok mindenben hívő embereket, inkább a nők találnak ki a dolgokat, vagy a férfiak. Egyáltalán, hogy milyen technikák vagy praktikák vannak arra, hogy ezek a jósok, ezek átvágjanak minket. Itt van egy hallgatónk, Rozi. Hello, Rozi, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, veled is történt hasonló? Vagy... Igen. Sajnos két vagy három évvel ezelőtt egy látóhoz kerültem. Igen? És ő is nekem a második alkalommal elsütötte ezt, hogy ilyen gyökér csakra tisztítást kellene rajtam végezni. Igazából akkor már járt 2 barátnőm is hozzá, és hát egy ideig nem mertünk erről beszélni. Ugyanez volt a szituáció, hogy le kellene vetkőzni, akár először csak bugyira, és nálam is ugyanez, hogy aztán majd, hogy vegyem le a bugyimat, stb. És hát én is igazából felháborodva jöttem el, és igazából abszolút azt éreztem, hogy a nőiességemben abszolút kárt tettek. De levetköztél? Vagy mikor vetted észre, hogy itt valami nem stimmel? Akkor már azt mondta, hogy akkor a bugyimat le kéne venni, és akkor ő is a, úgymond a makjával szeretne belülről kitisztítani. Tehát nagyon kemény. Ez akkor nemzetközi szervezet. Nem, abszolút én úgy voltam vele, hogy köszönöm, nekem erre nincsen szükségem. Mindezt hozzáteszem, pénzért szerette volna.
Tehát én azt gondolom, hogy ez már másik kategória. Na mindegy, az a lényeg, hogy én utána nagyon szégyeltem magamat, hogy egyáltalán ilyenbe belementem, mert én nem ez a típus vagyok. És miután mondtam, hogy két barátom is volt nála, hetekkel később mertünk erről beszélni, hogy velük is megtörtént ugyanez. És volt, aki belement? Vagy volt, aki volt annyira naív, hogy elhitte és végigcsinálta? Igen, volt. Igen, a barátnőid közül volt, igen. Hagyta, hogy a dolog igen. megtörténjen? Igen. Jó Isten! És mit mondod, hogy miért? Hát valójában szerintem biztos hit benne, vagy nem tudom, vagy csak ki volt éhezve, fogalmam sincs, nem tudom, mert ő is azért félve mesélte el, és igazából ő is szégyelte aztán magát, mert hát rosszul érintette, és valójában az a rossz hírem, hogy ez az ember azóta is a tévében praktizál. Tehát ez egy létező személy, és ő a mai napig ott van a tévében, és előadja magát, hogy ő mekkora nagy látó. Figyelj, K betűvel kezdődik a keresztneve? Igen. És én azt is tudom, hogy tehát gondoltam, hogy róla beszélsz, és azért írtam. Ez a K betű, ugye? Igen. Hogy körbérnek a dolgok. Akkor konkrétan én róla beszéltem. Igen, tudom, gondoltam, mert igen, ő mondta annak idején, hogy ő te voltál nála, vagy ismert téged valahonnan. Ismert, tehát, igen, én ismerem. Igen, ismert, igen. És ő ezzel dicsekedett mindenkinek valójában, hogy hú, én akkor ember vagyok, hogy hozzám a Sebestyén Balázs is járt. Nyilván ez igazából én mondjuk a bugyinál megálltam. Tehát, hogy, én úgy volt, én nem jártam hozzá, csak ismerem őt, hogy, tudom, hogy engem is levetkőztetett egy gyökércsakra tisztítás pálcával, amikor mondta, hogy a bugyimat vegyem le, kicsit felhúztam magam, mert hogy ez bukszer alsó volt rajtam. Mondta Balázs, hogy inkább maradjon a démon. Jó. De most nyilván az ember humorizál, de pontosan tudom, hogy kiről van szó. Igen, és én is. És az a baj, hogy még mindig ott van, és én megmondom őszintén, hogy voltak ilyen tanfolyamra, én arra is elmentem, és aztán én mondtam, hogy én ebből szeretnék kiszállni, akkor összehívott ilyen csoport kommunikációt, hogy engem tartsanak ott vissza, és én mondtam, hogy bocsi, de nem, és aztán egy pár hónap múlva megkeresett engem az egész csapat, és megkérdezték, hogy valójában én miért jöttem el, és elmondtam, hogy sajnos ezért, és akkor kiderült, hogy ott a többi lánytagnak is mindenkinek próbálkozott. De én már azt se értem, hogy odáig miért mentek el, hogy bugyira levetkőzöl. Te érted, hogy érted? Jó a kérdés. Megmondom őt, hogy én leszívásságban voltam, azt gondoltam, hogy ez nekem nagyon kemény lesz, és jó lesz, és majd valaki segít rajtam. Hiszékeny vagyok, kicsit naív, hát ez van. De az érdekes, hogy nagy számok törvény alapján nem következik be egy feljelentés. Tehát, hogy így... szerettünk volna, de most effektív nincsen bizonyíték. Tehát nem készült róla a videófelvétel, meg... Most én hazugságvizsgálatnak simán kitenném magamat, de hát most... Mert én simán el tudom képzelni, azt én is tudok ilyenről, akinek nagyon-nagyon meggyőző a beszélőké, aki tényleg egy karmikus típus, tehát egy olyan, akinek nagyon-nagyon erőteljes a karizmája, és tényleg meg tud győzni arról nőket, hogy ez tényleg szükséges, ez tényleg kell, kicsit szerelmesek is lesznek bele, úgy érzem. Igen, és ez a típus. Ez a típus lehető, de hogy azért szerintem, mit tudom én, 10-ből 2 nő mondjuk lehetne annyira józa, meg lehetne annyira mondjuk talpra esett, meg félretehetné az érzelmeit, meg a személyes vonzást. Igazából én azt gondolom, hogy mint ahogy a Balázs is elmondta, hogy nem mertem akkor azt mondani neki, hogy bocsi, de ezt így nem, mert én azt gondoltam, hogy ő a valaki, és akkor ő biztos, hogy tudja, hogy mit csinál. Csak akkor, amikor már kezdett egy kicsit komolyabbra fordulni az a dolog, hogy ő már nem csak azt szeretné, vagy nem azt szeretné, akkor így én is néztem, és így pislogtam, hogy na hellóka, micsoda, tehát ezt így hogy? Ez az úrra tényleg, hogy ez nagyon sok pénzért csinálja. Úgyhogy, hát óvatosnak kell lenni, meg kevésbé naívnak. De... Hát azóta nem járok ilyen helyekre, úgyhogy azóta nincsen lelkiválságom, és azóta teljesen pozitív vagyok. Úgyhogy mondom, hozzáteszem, nagyon sokáig úgy éreztem, hogy nekem csorba esett a nőiességembe. És hát akkor mit mondjon a barátnőd? Hát, na igen. Ugye? Hát, igen. Szóval ez a szörnyű ebben az egészben. Rozi, köszi, hogy elmondtad. Jó van, szervusztok, kínálat lakáteket. Sziasztok! Hello. Hello. Milyen durva, hogy ugyanarról az emberről beszéltünk.
És ugyanaz a sztori. Tessék? Lehet, és ugyanaz nálam. És ugyanaz, a, már igen, az nem az egy sztori, hanem az, is, az ismerőseimnél, igen. Mert ezen alatt rákérdezek és elmondod, én azt, meg azt nem tudom, neked, én azt nem tudom, kiről van szó. Ráadásul. Bugyinál megálltál? Tessék? Nem. Ő végig, ha egyszer elmegy, ő végig csinálja. Hallod, érted, annyira megszálltak a démonok, hogy ez volt az utolsó esélyem. Jó, meg kéne verni. Hát, igen. Nem? Most ezt a feleségeddel vagy a barátnőddel megcsinálja, hát nem. Akkor visszamész. Akkor visszamész. Nekem az utcán egy középkorú asszony mondta, aranyom, adsz egy 50-est, kiósolom a jövőd. Adtam neki, azt mondta, hamarosan találkozok egy gyönyörű nővel. Aztán a padra mutatott, Ágikával egy menet 2000-ért. Állunkapcsolás, jó! Ez bidom. Tehát ez annyira rossz, hogy ez jó. Érted, hogy nincs, nincs kamuzás, tudod, hogy Ágika ott van 2000-ért. Balázs, ha öregasszonyokról van szó, miért mindig a Mariska név ugrik be egy dögös 40-es Marika? Nem tudom, nekem valahogy a Mariska néni az egy ilyen nagy, nagy klasszikus. De nem tudom. De bocsánat a Marikáktól. Ez egy jelkép, egy szimbólum ez a név. Így van. 100 000 forintért elmondom, hogy védekez a lehúzás ellen, írja nekünk egy hallgató. Ugye tulajdonképpen két témánk volt, mert a másik a kínai pacákból kiindulva az az, hogy melyik női hallgatónkat hogy próbálták felszedni a lehető legrosszabb, legügyetlenebb, legostobább módon. És erre is jöttek jó SMS-ek. Fodrász vagyok, a vendég nyakát lesöpörtem a nyakszírt kefével, majd megfogta a nyakszírt kefét, és megkérdezte, én is megkefélhetlen. Oh. Kínomban azt mondtam, előtte meg szoktak hívni egy kávét. Jó. két cukorra kérem, és lehet, legyen barna. Az baj, annyira béna dumák vannak, hogy nem is merem őket olvasni. Egyszerre 120 kilós csaj azt mondta nekem, hogy halálos beteg a szívével. És régóta tetszett neki. Azt akarta, hogy utoljára én tegyem boldoggá. Hittem neki, de nem tettem meg. Egy darabi lelkiismeret furdalásom volt, de mondanom sem kell, hogy még mindig él és virul, sőt, hízott még 20 kilót. Ha meggyógyítottad. Ennyi. Hát ránéztél, meggyógyult, elég volt. Roli bácsi üzenet. Csiribi, csiribá, és működött a varázspálca. Engem a volt angol tanárnőm csalt fel a lakásába azzal az ürüggyel, hogy masszörnek tanul, és szeretne gyakorolni. Belementem. Megvan, hogy női tanár hívott föl pali tanulót? Pucéran feküdtem az ágyon, mikor hazaért a kamionos férje és egy barátja. A tanárnő természetesen nem tanult masszörnek, engem meg úgy elvertek, mint a lovat. Hát jobb, mint ők is azt mondták volna, hogy mi is masszörnek tanulunk. Gyerek itt, fiú. És itt van a kocsi kísérő arra is, Dezső. De gondolj, őt is érdekli a szakma. Gondolj bele egy pillanatra. Mondjuk elhiszed, hogy az angol tanárnő tényleg masszőr lesz. Mondjuk felmész hozzá. Még abba is belemész, hogy levetkőzöl és felfekszel az ágyra, mert azt hiszed, hogy megmasszíroz. És mit hallasz, amit nem akarsz? Hogy valaki matat az árban. Igen. És ott fekszel nyomorultú ruha nélkül, mesztelenül egy ágyon, és bejön két nagy darab pali. Old meg, nem? Tehát ez az old meg öreg. Na, tessék, akkor lehet. Eleve mesztelenül próbálj elérvelni, vagy próbálj megérvelni. Már nyomorult csak vagy. És hallod, hogy jönnek befelé, és azt hallod, hogy egyre jobban közeledik egy két hang, akik éppen arról beszélnek, hogy szerintem ez az új, hogy EUDS ki fog minket csinálni, öcsém. Na, remélem főzött valamit a feleségemmel. 3 hete úton voltam. Mennyit is ott fekszik Józsika mesztelenül a feleséged. Jó, azért a feleségnek is tennék fel kérdéseket. Tehát mielőtt Józsikát egyébként készülsz agyonverni, azért asszonykától is kérdezél kettőt legalább, hogy ki ő és miért van itt, nem? Tehát neki tudnia kellett erről. Én megkérdeztem a nyelvtanárnőmet SMS-ben, hogy mondják, hogy szeretkeznék veled angolul. Ő megírta, én válaszoltam, ha szeretnéd, hát legyen. Betojás, de megtörtént, írja András. Egyébként ez szellemes. Tehát valaki ez így közeledni, az jó. A pasi ezzel a szöveggel akart a lábam közé jutni a második randin. Olyan sok negatív feszültség van köztünk, és ezt csak egyetlen módon tudjuk felrobbantani. Szex. Jaj. Jaj, Isten. De a duma nem rossz, nem? Robbantsuk fel ezt a sok feszültséget egy kis szexel. Oké. Hát vannak még SMS-ek, de azokat már sajnos nem tudjuk beolvasni. Jó, játsszunk már is valakivel. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Rita, hello, jó reggel! Jó reggelt!
Hello, sziasztok! Honnan hívsz minket, Rita? Budapest. Budapest. Mutatjuk is gyorsan, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Persze. Ezt csinálják, mutatjuk, mit énekelnek. Ezt. Magyar. Szomorú szamuráj. Hihetetlen nagy klasszikus. Minőség, míves, kidolgozott dallam. Nana Komari, Imani, Ma, Irán Komari, ez nem az? Igen. Ügyes voltál. Alias Zetki. Hát mert pont most tartottam ilyen 90-es évek napokat, esténként, mikor főztem, 90-es évek zenét hallgattam, és akkor pont ez ugye. És mi volt még? Mit hallgattál még? TNT, Vétek, Hip Hop Boys, Bestiák. Jó, jó kezek. Jó, jó kezek. Ugye? Jó, jó kis Vétek, Vétkezz velem, emlékeztek? Na jó, nagyon klassz volt. Jó, küldjük az ajándékcsomagot, tele vagy, mi nem vettünk ki semmit. Szuper, köszönöm szépen. Köszi, ciao. Köszi, hello. Szia, szia. 4 perc múlva 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt pontosan 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és jön a jó idő, pont most láttam, mert nálunk itt különböző csatornák is mennek. Hol magyarországi reggeli műsorok, hol BBC, hol tenisz. Hol mindig, a közmű. Igen, mindig megy valami. És most mondta az egyik kereskedelmi csatorna időjósa, nem volt halkítva, csak felnéztem, az ábrákat láttam, és hát 36 évesen le tudtam olvasni, hogy mire akar utalni. Ez is eredmény. 26 fok, 27 fok holnap. Nagyon jó idő, napsütés, igazi indián nyár kezdődik. Ez jó. Nagyon jó. Nagyon jó. M5-ös gyári lehajtótól Budapest felé áll. Tudja valaki, hogy mi a gond? Kérdezi Judit. Egyelőre még nem láttuk, de ha valaki megírja, mondom. Az M3-as autópályán Nyíregyháza felé 48-as kilométernél kamiongumi darabokban, utána a leállósában a defektes kamion. Mindenki menjen óvatosan. Üzente Kata. Mi a fene van az M5-ösön befelé? Olyan sűrű, mint a karmikus barátom babgulyása. Írja valaki. Lehet, hogy a nullás miatt dugul vissza, hogy nehéz feljutni a nullásra? Nem tudom, hogy előtte vagy utána van a dugulás. Hihetetlen, de trafi van Balmazújváros és Tiszacsege között, a Hortobágyon, körülbelül félúton, ezt pedig Niki üzente nekünk. Köszönjük szépen! Ha van friss hír az M5-ösről, akkor azonnal mondjuk. A Csonka pici van reggel? Hát ezek szerint én is fölkaptam rá a fejem. És nincs stylistja? Most miért bántad a picit? Azért, mert neked értelmezheted. A kibántja a picit. Picit én nagyon szeretem, ja, csak hát ezt az ingét nem tudnám megszeretni igen, soha. De szeretem, kibántja a picit? Hát én nem mondtam semmit, csak azt, hogy stylistja. De hát kibántaná? Hát én szeretem. Hát, ha látnák a hallgatók azt az inget, amiben van. Nézzék meg, kapcsoljanak oda. Fújában ez egy burkot lett rá. Nem, csak én most is fölnéztem. Hát ugye, mi a reggeli műsorokkal azért nem vagyunk túlságosan képben, nem? Hogy melyik rádióban éppen ki van, hogy hol van. Nekünk ez ugye kiesik, és amikor bekapcsolunk egy rádiót, vagy televíziót, akkor látjuk, hogy mennyi minden változás történik a reggeli műsorok piacán, vagy újságból látunk különböző hirdetéseket, hogy ezt vagy azt rádióban, tévében lecserélték más helyette, de hát ezt nem látjuk. Új rádióműsor most jövő héttől. Új rádióműsor, új arcok a tévében, a rádióban. Na, még gyorsan egy közlekedés, mielőtt belevágnánk a következő témába. A Moszkva tér és a Déli között koccanás a belső sávban, hatalmas dugóval már a Moszkva téren is nehéz átmenni. Kinga üzente nekünk. Meddig jönnek még a betűk? Azt törlöm. Rakom át a játék kategóriába. Hihetetlen mennyi B betű. Mondjuk jó, nyerem én is. Szerintem én a B-t küldeném. Ránézzek most a SMS falra, én, ha játszanik, a B-t küldeném el. Mert mindenki azt küldi. Mi a kérdés? Nincs, de... A B-t. Na, külpolitikával ritkán foglalkozunk, de szeretnék veletek megint megosztani egy-két olyan összeesküvés elméletre okot adható tényezőt, ami szerintem történik most az Amerikai Egyesült Államok és Szíria fronton. Követitek az eseményeket nagyjából? Persze. Hogy miről van szó? Igen, én ismerem mind a két országot a térképről. Hát már nem kell az legelejétől kezdenem. Ez teljesen jó. Ugye arról van szó, hogy Amerika hezitál, ami nagyon nagy sikerű barátunk, az Amerikai Egyesült Államok, mindenki megmentője, mindenki támogatója, ahol hívják, segít, megy, hát, ha nem érkezik. Hívják, akkor is. Ha nem hívják, akkor is, pont erről van itt is szó. És ugye Obama gondolkodik arról, hogy most
bevessenek-e vegyi fegyvert, vagy nem. Nem. Nem sokára megszületik a döntés, hogy Obama kiadja a támadás. Nem vegyi fegyvert, hanem hogy kiadja a támadási parancsot, válaszul ugye a vegyi fegyveres támadásra. Ami ugye Szíriában történt augusztus 21-én. Most a dolog érdekes, mert utána olvasva, meg megnézve különböző hírcsatornákat, itt azért nagyon különleges dolgok történnek. Ugye a hétköznapi átlag ember mit hall? Alapjában azt hallja, hogy vegyi fegyvert vetettek be Szíriába, a felkelők mondják, hogy a kormány oldal, a kormány mondja, hogy a felkelők, ott vannak még egyelőre, hogy az ENSZ biztosok is, akik vizsgálódnak, majd gyorsan megjelent az Amerikai Egyesült Államok, és azt mondta, hogy neki most már nem sokára bizonyítéka lesz, hogy ez bizony, ugye, hát tulajdonképpen a felkelők ellen vetette be a kormány oldal. Ha vegyi fegyver van, akkor viszont jövünk. Mert jöhetünk. Így, igen, felhatalmazva érzik magukat. Most állítólag a bizonyíték már megvan. Ha vannak, akkor is akkor is jövünk. Igen, mert az viszont kell. A bizonyíték állítólag megvan, de azért érdekes ez a sztori, és ezt János mondta már tegnap reggel nagyon jól itt az egyik kávészünetünkben, hogyha megvan, akkor figyelj, mutasd már meg, hogy hadd higgyük el. Érted? Mert állítólag az van, hogy az egyik védelmi miniszter telefonbeszélgetését hallgatták le, azt szerezték meg az amcsik, aki azt mondta, hogy gyerekek, menjen a izé a vegyi fegyver. Ugye a dolog azért megdöbbentő, mert tényleg azt mondanak és azt csinálnak, és amit akarnak. Ugye az NSBT felhatalmazása nélkül egyébként a nemzetközi egyezmények miatt nem avatkozhatnak be a szíriai konfliktusba, viszont azt mondják, hogy ha vegyi fegyvertámadás van, akkor áthágják ezt, és beavatkozhatnak. Nincs egyértelmű bizonyíték egyébként, hogy kivetette be a vegyi fegyvert, még az is lehet, hogy egyébként teljesen tudatosan adták ezt valakinek a kezébe, hogy bevessék ezzel, mint egy megszülessen a háborús ok. De hogy ugye ha például ezt a kormány oldal vetette be, akkor a kormány oldalnak mi oka lenne a saját lakosságát lőni vegyi fegyverrel, mert katonai áldozat egyébként nem volt, csak lakosság. Tehát nézzük meg azért a tényeket, nem? Ez is érdekes. Igen. Gyerekek haltak meg, civilek haltak meg. Igen. Vagy ha lövi őket, miért nem a felkelőket lövi, miért a saját embereiket lövi úgy, hogy katonák nem haltak meg tényleg? Ezek mind-mind érdekes kérdések. És ha már lövi őket, mert odaig fajult a helyzet, akkor nagyon hülye lesz a felvetés, de hogy miért nem hagyományos fegyverekkel teszi ezt, miért tömegpusztítóval, ami körül köztudott, hogy nagyon-nagyon magas labda lehet nemzetközi szinten is. Igen, mit mond az Amerikai Egyesült Államok? Bevetették a vegyi fegyvert. Nekünk nem kell egyébként bizonyítani, hogy ki vetette be, hol vetette be. Majd mi bebizonyítjuk nektek, hogy ártatlan embereket öltek meg, és ez csak ugye a kormány oldal lehetett. Itt vagyunk, jövünk, segítünk. Mert van egy hangfelvételünk, igen, amit aztán kérdés majd, hogy bemutatnak-e vagy nem. Szerintem egyébként nem fognak bemutatni. Csak megérkeznek, és aztán majd ott felszabadítják. Még nem készült-e? Hogy milyen döbbenetes politikai játszma mehet itt a háttérben, ugye? Akár a 2001. szeptember 11-e, ami hiszek benne, és nagyon-nagyon sok, nagyon fontos, nagyon-nagyon jó nevű ember bizonyítja különböző dokumentumokkal, hogy a világ egyik legszebb összeesküvés elmélete, hogy adj egy okot, hogy mi elindulhassunk, kreáljuk meg az okot, majd amikor az ok megvan, és az a dolog megtörtént, akkor jövünk, mint felmentő sereg, és el tudunk utána vonulni abba az országba, akin ugye revansot akarunk venni. Csak hát kérdés, hogy most mi van? Meg laikusként, meg civilként, meg egyszerű hétköznapi emberként az ember nehezen tudja azt értelmezni, hogy ugye látszólag itt egy másik országnak a belügyéről van szó, hogy miért avatkozik bele úgy egy másik ország egy országnak a belügyébe, hogy ezzel adott esetben azt kockáztatja, hogy a dolog sokkal nagyobb hullámokat ver majd, akár a saját területén, mint ahogy egyébként ez be is bizonyosult már, hogy már még mielőtt történt volna bármiféle katonai lépés is, már ugye volt egy nagyon komoly hacker támadás amerikai szolgáltatók ellen, egy szíriai hacker csoport megtámadta például a Google Mail-t, megtámadta a Twitter, stb. Igen, ugyanez volt Irakban egyébként, amikor a Saddam rezsimmel leszámoltak. Két dolog. Az egyik, hogy azt mondták, hogy tömegpusztító fegyverek vannak az irakiaknál. Soha meg nem találták a tömegpusztító fegyvereket, viszont találtak egy háborús okot, hogy bevonulhassanak Irakba. Bevonultak, elvitték, amit kellett, ott hagytak egy összeomló rendszert, úgyhogy egyébként azóta se oldódott meg a dolog. Tehát az amerikai, ugye mindig érdekes, onnan csak addig gondolkodnak, amíg ők oda bevonulhatnak, ott vannak, de hogy utána, amikor ők onnan kivonulnak, az összeomlott rendszer helyett mi lesz, mi épül, vagy éppen épül-e valami értelmes helyette, azzal tulajdonképpen már nem tudnak foglalkozni. A legnagyobb kudarcuk egyébként azóta is Irak. Kivonulnak,
totálisan szétesett az ország. Vagy amikor 2001 után, akkor ugye el tudtak indulni Afganisztánba, mert megvolt a háborús ok, maga a World Trade Center, ugye az ikertornyok levonulása. Králj egy okot, csináld meg, és mondd azt, hogy itt van a megmentő, majd elindulok, hogy például egy ilyen vegyi támadásnál nem lehet egy ilyen forgatókönyv, hogy be akarunk avatkozni, mert megéri a fegyvergyártásnak, aha, mert brutális sok pénz van a háborúban, mert Szíriában vannak olyan értékek, amik nekünk kellenek, mert tudunk akkor konfrontálódni akkor bizonyos más államokkal. Kreálunk egy okot, kezükbe adjuk a vegyi fegyvert, használjátok, majd a vegyi fegyver használata után azt tudjuk mondani, hogy lám, használtátok a vegyi fegyvert. Akarjátok, hogy mi segítsünk? Hát persze, hogy akarjátok. A világ mit csinál? A médián keresztül és a különböző médiumokon keresztül, mint egy megmentő színben feltünteti az Amerikai Egyesült Államokat, és azt mondja, hogy megint itt van, bajba jutott embereken, majd jön az Amerikai Egyesült Államok és segít. Hiszen vegyi fegyverrel öltek meg embereket. Ki? Milyen bizonyítéka? Ki vetette be? Hogy vetette be? Miért vetette be? Egyértelmű bizonyítékok nincsenek. Ők meg már most azon gondolkodnak, hogy akkor indítsunk a támadást, vagy nem. És úgy, hogy a korábbi... nagyon érdekes összjáték ez. Hogyha a korábbi hasonló szituációk, nyilván hasonló ez egy nagy csúsztatás, de hogy akár Vietnámra gondolsz, akár Irakra gondolsz, akár a délszláv háborúra gondolsz, akár esetleg erre a konfliktus, hogy részeredményeken kívül nem tudnak semmit felmutatni, akár Afganisztánra gondolsz. Tehát, hogy igen, nem oldódik meg semmi. De a délszláv háborúban is mi történt? Az újjáépítések 80-90%-át az Amerikai Egyesült Államok és érdekszövetségei hajtották végre. És amikor valami komoly dolgot kellett újjáépíteni, utakat, ipari létesítményeket, stb., akkor oda te nem fértél oda. Akkor ott voltak az amerikaiak, meg ott voltak azok, akik egyébként az amerikaiakkal lepaktálva újraépíthettek valamit. Tehát ott is mi történt? Beavatkoztak, rendben, majd ott megjelentek az újjáépítésnél, és azt mondták, hogy itt vagyunk. Mert gazdasági érdekünk az, hogy mi tudjunk segíteni, és a kicsit kiszorták a kicsiknek, a nagyokat meg megcsinálták ők. Tehát azért kell ezt mindig nagyon érdekesen nézni, hogy például most előkerülnek a bizonyítékok. Vagy lesz-e egyértelmű bizonyíték, hogy azt mondjuk a kormányerők vetették be? Egyébként ártatlan civilek ellen, ami teljesen nonsens, mert mi értelme lenne? Nem? Miért nem katonák előtte? Na, megkérdezzük a mi szakértőnket, akinél ember nem tud jobbakat mondani ilyen témában. Itt van velünk Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. Hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Utolsó két percet hallottam, sajnos egyetértek vele. Én egy mondatot írtam föl. A második világháború úgy kezdődött, hogy a németek beöltöztettek lengyel egyenruhába német embereket börtönökből. Ez a Kleivici incidens. A tonkini háború úgy kezdődik, hogy az amerikaiak közölték, hogy a vietnámiak megtámadták a amerikai flottát, és évekkel később kiderült, hogy hazudtak. Most hozta nyilvánosságra a CIA, amit mindenki tudott, hogy 53-ban a demokratikusan megválasztott iráni elnököt a CIA buktatta meg. A kassai bombázás provokáció volt. Nekem egy problémám van a mai szíriai helyzettel. Assad győzelemre áll. Miért lőné a saját népét? Ha már lőne, akkor miért nem az ellenséges katonákat? Plusz miért akkor, amikor az ENSZ megfigyelők ott vannak? Az elmúlt órákban valamelyest változott a helyzet, mert az elnök, az USA elnök Obama visszakozott. Az amerikai vezérkari főnökök Egyesített Bizottság elnöke Dempsey azt kérte, hogy ne legyen háború, mert rengeteg egyéb opció van, és dollármilliárdokba kerül. A britek összehívják már a parlament rendkívül ülését, semmi nem fog történni. Letettek egy olyan javaslatot Szíriával szemben a biztonsági tanács elé, hogy az oroszok nyilván elutasítják. Máshogy fogalmazva, egy picit enyhült a helyzet, az ENSZ még 4 napot kért, a Ban Ki-moon életében először azt mondta, hogy ne legyen háború, diplomáciai eszköz legyen, és az ott lévő ENSZ vizsgálat vezetője azt mondta, nem lehet megállapítani, ki használta föl a mérges gázt, nem kell katonai akció. Itt tartunk most, és ami eddig elhangzott, hogy minden háború azért folyik, hogy a fegyvereket felhasználjam, és kicsinálja az újjáépítést, ez sajnos teljesen igaz. Hát meg ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy ezért Szíria egyfajta ütköző felület, tehát ha itt más országról lenne szó, lehet, hogy az amerikai kölyök is könnyebben lépnének, de hát azért Szíria mögött mondjuk ott áll ugye Oroszország, vagy ott áll mondjuk Kína, és azért egy ilyen ország, mint ütköző felület, azért az már magával ránthat több mindent is. A válaszom az, hogy sajnos ezzel is egyetértek. Hát ne sajnáld felület... ezt annyira, hát egy kicsit dicsér is néha, hát nem kell ezt sajnálni. Nagyon-nagyon jók a kérdéseitek, de egy, csak ma éjjel elmenekült Szíriából 10 000 ember Libanonba. 2. Azért ott tartok, hogy több mint 1 millió, 20 milliós a lakosság gyerek bolyong egyedül, 100 000 a halottak száma,
és kb. 4 millió menekültek számú a lakosság 20%-a elment. Egy dolog van, Szíria ellen azért lépnek föl, mert van egy Irán-Szíria-Hezbollah tengely, és abban a percben, ha Szíria kiesik, meggyengítik a Hezbollahot Dél-Libanonba, és potenciálisan meggyengítik Iránt. Máshogy fogalmazva, van egy síta-szunita szembenállás, és a nyugat ma ebben a szembenállásban a Szaúd-Arábia vezette szuniták mellé állt. Hogy ez célszerű-e, én nem akarom Budapestről megítélni, szerintem nem. Nekem ezekkel a beavatkozásokkal ez nem csak az a bajom, hogy soha nincs egyértelmű bizonyíték. Lásd például tényleg Irak vegyi fegyverek, vagy 9-11 és utána bevonulunk Afganisztánba, ugye? Vagy hát lásd, elnézést kérek, Koszovó, ahol az albánok 20-szor annyi halottat mondtak, mint amennyi a valóságban volt, és mi bevettük. Igen, de hogy ugye kreálnak egy háborús okot. Ez a háborús ok, ez nagyon jó, majd jönnek, mint megmentő, a médián keresztül elhitetik mindenkivel, hogy bajba jutott embereken kell, hogy segítsünk, itt vagyunk, mi amerikaiak jövünk, segítünk. De hogy sokszor abba se gondolnak bele, és nekem ez is nagyon fura, hogy a lerombolt rezsim helyett ugyanakkor utána mit építenek, hiszen lásd Irak, ugye oké, hogy megszabadították az országot mondjuk Saddamtól, de azóta tulajdonképpen perifériákra, különböző tartományokra, vallási összetűzésekre esett szét az ország, nem tudják, tehát kudarc. Ugyanezt történt Szíriával, hogy rendben van, ők addig gondolkodnak, hogy bevonulnak, eltüntetik a jelenlegi rezsimet, de mi van utána? Hát azt az országot irányítani, kormányozni kell, ebben pedig már ők nem tudnak segíteni. Ezekre nem gondolnak? A válasz az, hogy amit most a nyugat mond, az csacsiság, nem akarom azt mondani, baromság, hogy azért bombázzák majd Szíriát, hogy Assadot meggyengítsék. Ugyanígy kezdődött el minden háború, nem meggyengíteni akarják, hanem megdönteni. Jelenleg 40 különböző nagyobb elkező szervezet van Szíriában, ezek csak abban értenek egyet, hogy Assadot el kell zavarni, és egy jelentős részük Al-Qaida befolyás alatt áll. Te mondtál példákat, én is hagyd mondjak. Koszovóban nem értük el a békét 14 év után. Afganisztánba működésképtelen államot hoztunk létre, ahol Karzájt a lakosság gyűlöli, mert az afgán társadalom nagyon korrupt, de Karzáj ennél is korruptabb. Líbiát részekre szakítottuk. Soha nem mondjuk ki, de az újjáépítés 40%-át a franciák kapták, és a Kadhafi törzsének szinte minden tagját kiirtották. Tehát máshogy fogalmazva, az elmúlt 15 év beavatkozásai sikertelenek voltak, mert katonailag elértük, amit akartunk, hogy szétbombáztuk őket, de politikailag nem tudtuk a békét kihasználni. Mondok még egy szentségtörést. A Szovjetunió szétesése után egy szuperhatalom maradt, az USA. Nem tudott ezzel a helyzettel élni, és jelenleg az Egyesült Államok helye szerep a világban csökkent. Azzal, hogy Észak-Afrikát destabilizáltuk. Attól kezdve özöllenek a migránsok Európáról, amire nincs szükségünk. Máshogy fogalmazva, volt 2,5 évvel ezelőtt egy arab tavasz, ez gyakorlatilag megbukott, de a kiváltó okokból egyetlen egy se teljesült. A német tévében a leghíresebb arab szakértő, egy 80 éves ember, a Sollatul azt mondta, hogy aki ma arab tavaszról beszél, az hülye. Na most nyilván ez egy erős megfogalmazás, de sejteti azt, hogy a stratégiai célok megbuktak. Hát igen, csak kérdés, hogy ezt az Amerikai Egyesült Államok mikor ismeri föl az a bábkormány Obamával az élen, akik egyébként ott vannak és ott ülnek, és eljátszák a döntéshozót, és 4 évente egyébként elhitetik az amerikaiakkal, hogy valójában ti választotok, és közben ha azért arra gondolunk, hogy egy elnök választás az, hogy valakit megválasztanak, miféle gazdasági hatalmak, érdekek és pénz kell, és egy amerikai elnök mögött mondjuk milyen gazdasági hatalmak állnak, akik egyébként bábként mozgatják az amerikai elnököket, innentől kezdve nem sok jóra számíthatunk, nem? Hát így gyakorlatilag azt kell látni, hogy jelenleg az amerikai hadipar teljesen logikusan, ahogy te mondtad, abban érdekel, hogy háború legyen, mert a régi fegyvereket föl kell használni, és az újakat el kell adni. Hát gyakorlatilag, ha megnézem, hogy Amerikából 4 hetente kap üzenetet Európa, most az utolsó üzenet az volt, hogy kérem, az európai gyorsvasutak ellen merényletek lesznek. Mit jelent ez, hogy az USA sokkal jobban hallgatja el a világot, mint Európa? És az USA azt mondja, hogy én adom nektek az információkat. Mi a probléma? Hogy Európa ezeket az információkat nem tudja ellenőrizni. Máshogy fogalmazva, rendkívül komoly gazdasági körök érdekeltek abba, hogy valahol háború legyen, mert ténylegesen így tudják a termékeiket eladni. Egy elnök felelőssége az, hogy ezt fölismerje vagy sem. Jelenleg az amerikai kormányzatból 2 nyilatkoztak rendkívüli csacsiságokat, az elnök Biden és a külügyminiszter Kerry. Én néztem a Kerry nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy mindegy, hogy kivetette be a gázfegyvert, a gáztámadást, ha így tetszik, Szíriába, mert a felelősség a kormányé. Hát ezzel, ha valaki nálam az egyetemen vizsgálta, kifutnék a teremből.
Tehát máshogy fogalmazva, az Obama még nem nyilatkozott. Amiket nyilatkozott, az visszafogottságot jelent. Az ENSZ kért még 4 napot. Máshogy fogalmazva, megadta az esélyt arra, hogy valamit lehet kezdeni a katonai támadáson kívül. Van még egy problémám. Tökéletesen szét lehet tenni a szírrendszert. Mi lesz a következménye? 1. Az ország részekre szakad. 2. Újra hatalomra juttatjuk fő ellenségeinket, az alkajdásokat. 3. Az orosz-amerikai kapcsolatok mély pontra mennek. A franciák azt mondták pár nappal ezelőtt, hogy célunk az oroszokat mindenhonnan kiszorítani. Miért az oroszokat? Az oroszoknál ma ugyanolyan vadkapitalizmus van, mint a franciáknál volt x évtizeddel ezelőtt. Ha a franciák azt mondják, hogy mindenkit ki akarok szorítani, mert ilyen Franciaország, ebben van egyfajta nacionalista logika. De hogy csak az oroszokat akarunk kiszorítani, ez azt mutatja, hogy egy fajta értelemben a hidegháború visszatér. Nagyon érdekes ezt hallgatni, hogy akár egy ilyen vegyi támadás is, hogy milyen apró pici ok és indok lehet. És közben ugye azért az nem szabad elfelejteni, hogy ártatlan civilek halnak meg, de olyan nagy játszma, és olyan sok pénz, és olyan sok dollármillió, hogy igazából ez az, ami a legkevésbé érdekel bárkit. Pontosan, tehát, sajnos hogy, így van. Hogy nagyon könnyedén dobnak oda egy falut, egy várost azért, hogy utána dollármilliárdos megrendelések legyenek. És ezt most már azért észre kell venni így a történelem. Nem is csak az elmúlt 10-20 évből, az elmúlt 50-60 évből, amit te is mondasz, Láz, más. És azért egyet hagyd mondjak neked. Lehetetlen megmondani, bármilyen jó az amerikai hírszerzés, hogy lesz-e szír válaszcsapás. Szíriának jelenleg több ezer bevethető, döntően orosz rakétája van, amivel ezt tudja érni Törökországot, Jordániát és Izraelt. Izrael gyorsan épít 10 rakétaelhárító rendszert, úgy hívják, hogy vaskupola. Ezek 80%-ban hatékonyak, de 20%-a a rakétáknak átmegy. Máshogy fogalmazva, mindig azt tanítják, hogy én tudom, hogy mit csinálok az első csapással, de nem tudom, hogy milyen lesz a második csapás. Hát igen, meg ugye, hogyha belegondolok, akkor nem is annyira a hagyományos fegyverektől kell itt tartani, hanem inkább attól, ami nem biztos, hogy majd direkt módon Szíriához köthető, hogy ez az állam bizony nagyon jó kapcsolatokat ápol mondjuk a Hezbollah-hal, illetve az általában is említett Al-Qaidával, tehát hogy simán lehet, hogy ezek a gazdasági érdekek, hogy mondjuk újra gyárthassák azokat a felhasznált drónokat, meg robotrepülőgépeket, amiket, meg lézervezérésű bombákat, amiket majd itt esetleg elhasználnak, szóval ezeket a gazdasági érdekeket cserébe majd bombák fognak robbanni itt ott a nyugati világban. És számomra még egy érdekes, hogy már elkezdett rohanni fölfelé az olajár. Mit mondanak? Veszélybe a szuezi csatorna. Isteni! Hát azért egyszer nézzük meg, hogy a világ olajforgalmának 1,2%-a megy át a szuezi csatornán. Máshogy fogalmazva, a gazdasági érdekek azért rendkívül erősen determinálják a politikát. Hogy mennyire, mekkora profit van ott is, ugye? Hogy közben 1% jön csak onnan, de közben ők x százalékot emelnek, és azt mondják, hogy igen, muszáj emelni. Nagyon érdekes dolgok ezek. Beszéljünk, ha van aktualitás, mindenféleképpen, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál. Nógrádi Györgyel, biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk. Még egy nagyon fontos kérdést nem tettünk fel. Hogy mi mit keresünk ebben a katyvaszban? Hogy mi miért agyalunk azon, hogy nekünk ez a dologhoz csatlakoznunk kellene, miközben olyan messze van, és annyira semmiféle érdekünk. Hát, ez nem valójában Szíriáról szól, dehogy is. Gyerekek, nem. Ez innentől kezdve diplomácia. Kiállsz az Amerikai Egyesült Államok mellett, kiállsz a NATO mellett, középre zársz, nem állsz ki. Ez nem egy kicsi ország, Magyarország döntés, soha nem a bajba jutott ország segítségéről vagy döntéséről szól, hanem hogy mit kíván a nemzetközi és a politikai érdek. Nekünk azt kívánja, hogy mivel egyébként csontig benne vagyunk a NATO-ban és az amerikaiak fenekében is, nyilván vagy középre, vagy az amerikaiak mellé, de valahova helyezkedni kell. Tehát soha nem azt mérlegeljük, hogy most mi Szíriával kapcsolatban egyébként valójában mit gondolunk, hanem hogy mi a jó az országnak, és hova kell állni. Igen, hogy ne sérüljenek azok az érdekek, amik mondjuk az Egyesült Államokhoz fűznek. Csak akkor, amikor mondjuk az országgal szemben van egy elvárás, akkor az ember tényleg, vagy az állam, a kormány megfontolja azt, hogy igennel vagy nemmel válaszoljon, de amikor nincsen igazi elvárás veled szemben, amikor nem igénylik a segítséget, akkor nem jövő az egész. De a politika ilyen, hogy valahova állnod minek kell elébe menni a dolg. Azért, mert ha nem állsz, akkor egy év múlva azt a szemedre vetik, hogy te ott és ott nem álltál mellé. Miért állnak az amerikaiak mellé most ENSZ felhatalmazás nélkül a háború megindításánál az angolok? Miért? Miért mondják azt, hogy persze azonnal indítsuk, mert brutális pénz van nekik is abban, hogy fegyvereket tudnak előállítani és szállítani. Hogy nem csak azok a nyugati nagyhatalmak álltak az amerikaiak mellé jelen pillanatban, hogy ENSZ BT felhatalmazás nélkül is indítsanak rakétákat, akiknek egyébként érdekükben áll a fegyverszállítás. Azok, akik
ebben nincsenek benne, azok azt mondanak, hogy lehet, hogy talán jobb lenne megvárni, hogy mit mondanak. Tehát, hogy ez nem egy bonyolult játszma, ha az ember erre elkezd egy kicsit így rálátni, hogy utána olvasni, hogy milyen érdekek mozgatják ezt. Pedig érdekes. Nekem van egy benzinkutas ismerős, mert azt mondta, hogy ha kétszer tankolhatna amerikai hadihajót, akkor ő meg lenne. Hát szerint be. De ugye, amit mondott a Nógrád is, hogy a benzinár emelkedés, és közben 1% vagy 2% megy át? Igen. És kell egy ok? Hozd meg, hitesd el, és utána tudsz árat emelni. Érdekes. Fél 9 múlt pontosan, 2 perccel, 3-as ugrást játszunk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Dugó van a 622-esen. Parafa üzeni nekünk, valamint az M0-áson baleset miatt torlódás a Sziget-Szent Miklósi lehajtó után Győr felé. Már most nagyon nagy a torlódás, üzeni Korn. A 86-os főúton Balog Unyom előtt 2 kamion egymásba rohant, kis torlódás van, mindenki óvatosan vezessen, üzeni Töki. És Tétszent kúton most készül a KPM mérni, ezt Geri üzente nekünk. Egy utolsó trafipax van Berettyóújfalunál falunál a határ felé, a település táblánál. A Nógrádi őszintén beszél, adhatna elméleti oktatást a mi vezéreinknek is, írja valaki. Ezt a problémát ilyen érthetően jól elmagyarázva még nem hallottam. Gratulálok, Éva. Hívhatnátok minden nap szenzációs őt hallgatni. Obama vagyok, hívjatok. Intézni kell minden nap egy háború. Tessék? Hát, tehát nagyjából ez történik. Igen, igen. Kár, hogy erről ilyen kevesen beszélnek nyilvánosan. Gratulálok, írja nekünk Imi. Nem titkos dolgok ezek szerintem, erről lehet beszélni nyilvánosan. Ez kicsiben, nagyban, ez mindenhol ugyanúgy zajlik a világon, és szerintem egyébként az a megdöbbentő, hogy én magamon érzem, hogy mióta figyelek az interneten különböző emberektől különböző hasonló típusú előadásokat, mióta ezt egy kicsit így nagyobb, tágabb összefüggésében elkezded nézni, és megnézed, hogy milyen amerikai sajtóorgánumok mit, hogyan és miképpen kommunikálnak azoknak, kik a tulajdonosaik, az amerikai nagy hírcsatornák tulajdonosai egyébként még milyen más iparágakban, üzletágakban érdekeltek, akkor teljesen más összefüggésében kezded látni, meg észrevenni a világ történéseit. Nagyon rá lehet kattanni. Nagyon-nagyon rá lehet kattanni. Hogy rengeteg amerikai előadó van fönt az interneten magyar felirattal, aki hihetetlen, hogy 2001-ről miket mondanak, Afganisztánról, Irakról, nagyon jó anyagok vannak. Érdemes. Igen, hát és ne legyenek illúziójunk, hogy sportból vett hasonlattal élve nagy pénz, nagy foci, kis pénz, kis foci, de a foci ugyanaz. Hát, igen, a foci. Mindenhol ugyanaz a foci. Na, mi újság, tanszerekkel megvagytok? Bevásároltatok? Mi tegnap hoztuk el a tanszereket, és hát elég érdekes volt a szituáció, mert hogy nem mindenkinek volt meg minden a csomagjában. Nálunk, hál' Istennek, mindent sikerült beszerezni, úgyhogy nincsen hiányunk, de azt mondták, hogy az illetékesek, hogy majd szeptember első hetében pótolják a hiányosságokat. Ez ilyen véletlenszerű, hogy valakinek megvan, valakinek nincs meg. Így alakul. Aha, tehát egyik csomagba jutott, mondjuk matek könyv, másikban nem jutott. Igen, aha. Csak hogy az ember így felmerül a kérdés, szerintem joggal, hogyha azon a héten már lesznek különböző órák, már pedig lesznek, akkor majd az lesz, hogy akinek van, amellé odaültetik azt, akinek nincs. Igen, át kell rendezni. Vagy már rögtön egy fekete ponttal, vagy egy egyesel indítja majd a hetet. Nem, ez ilyen barátkoztató, fölzárkóztató sztori. A könyves meg a nem könyves összeül, és együtt tanul. És azt mondja már meg nekem, hogy ha most előre kellett megrendelni ezeket a tankönyveket, tehát hogy gyakorlatilag az igény is már egy hónapokkal ezelőtt már megmutatkozott, és tudjuk, hogy mennyire van szükség, hogy mennyit kellett legyártani, hogy nem gyártottak le annyit, amennyi kell, amikor tudták előre. Még nem voltak benne biztosak, hogy mindenki megy a következő osztályba. Ja, mi nem jött meg, vagy van? Nem, nekünk ti meg vagytok? Hát, mi perfektek vagyunk. De van, akinek konkrétan nincs még könyve? Hiányzik, igen, hiányzik a csomagból valami. Tehát hiányos, olyan nincs, hogy nincsen meg semmi, hanem hogy hiányos, egy-két dolog hiányzik. De ez szeptember első hetében. És aztán megkapod? Igen, majd szeptember első hetében majd ezt pótolják. Hát lassan ezt mi is, ne is mond. Érezni fogjuk. Tehát itt egy-két év és hasonló gondok vagy problémák. Elképesztő, hogy Benni is most született. Két év múlva. Konkrétan azon gondolkodom, hogy 2,5 év múlva, hogy milyen tankönyv, hogy áll össze.
mi kell, mi nem kell. Hova kezdődik, hova fog iskolába járni, azt kitalálni, azt anyuki fogja nálatok is, nálunk is úgy van. Szerintem ő van iránymutatásra, és akkor utána az elkezdődik. Bizony. A dolog. Az idő múlását abból tudom érni, hogy tegnap óvoda, vagy csak bölcsödei ballagás volt tegnap a Somának, volt bölcsödei ballagás. Illetve, hogy fáj a pisilés. Hát az már az egy másik történet, az már régóta. Elmentünk, és akkor nagyon kedvesek voltak a bölcsisnénik, ilyen kis teríték volt, sütizni lehetett, üdítőzni, és hívtak egy medvét, meg egy kutyát, egy nagy embernagyságú medvét és egy nagy kutyát. De most csak a jellemváltozás a medvén belül, mert ő volt a népszerűbb, és azért volt népszerű, mert egy ilyen nagy bolyhos farok volt rajta, egyébként egy lány volt a jelmezben. Minden egyes gyerek odament, és megrántotta a farkát, és a hátára vert. Ott álltam mellette, és hallottam, hogy a medvenénél azt mondja, jaj, hát milyen aranyosak vagytok, gyerekek. 10 perc múlva nem kéne bántani medve anyuk. Fél órát követően, menjetek már mögülem! De ez jó. Óriási volt. Ez jó egyébként. Csak tök jó, amikor megjönnek, és akkor megjön a nén, és azt mondja, hogy hát van egy rossz, meg egy jó érem, melyikkel kezdje. Hát legyen akkor a rossz. Hát farkas nem sikerült hozni, de a medve legalább igazi. Igen, mi is voltunk most egy rendezvényen a Bennyvel, ahol volt füles. És... Na, megint rosszalkodott a gyerek. Nem úgy füles, hanem hogy... A Szamára Micimackóból. Tessék? A Szamára Micimackóból. A Szamára a Micimackóból, igen. Csak közben megszólalt a házriasztója, és kicsit ja. vagyok. Ha elvonulok a megszólásból, az azért van, mert riaszt a ház. Hogy... mondtam Benninek, menj oda, húzd meg a farkát. Tudod, minden apuka tolt, hogy menj előre, csinálj egy fotót, menj oda, húzd meg a farkát. Tehát azon a pacsi, tudod, Benni megfogta a füles farkát, píj, meghúzta, és azt láttam rajta a fülesen, ugye, hogy valahogy a személy, vagy a száján keresztül nézett ki, hátra nézett, megnézte, hogy ki volt, és onnantól kezdve mindig félretette a Bennit. Tehát amikor azt látod, hogy a füles mögött rejtőző emberben, aki egyébként felnőtt és kevésbé megéri azt, kevésbé értékeli, vagy szereti a gyerekeket, kész. Még fél órát voltunk ott, mindig kicsit arrébb tette a Bennit, mindig direkt máshova fordult, mindig lát, mert ugye a Benni is utána ment, hogy fotózkodjon, és így láttam, hogy ja Istenem, megsértődött, vagy bajkeverőként könyvelt el a kicsit. Nem, ha baj, egy kicsit mind a kettő. Nem, ha bajkeverőként könyveled el, akkor kicsit te is kokizol egyet a fejére, kicsit te is bohózkodsz vele, de utána csinálsz vele egy fotót. Fél órán keresztül folyamatosan lökte arrébb a gyereket. De tudod, én röhögtem, meg nem mentem oda, most mondom, két választás van, vagy mi is birkózunk egy nagyot, mert látom, hogy mit csinálsz a gyereket, te szemét, vagy hagyom az egészet, hagytam. De annyira berágott, hogy meghúzta a farkát, hogy tudod, közös fotó, jött egy újabb gyerek, Benni is ott állt, hogy aláírassa, fülesse, kicsit félretette, máshol fordult, megint lenézett, látta, hogy a Benni van, megint eltett, és egy gyerek nem értette, és mondom, jó, semmi baj, gyere ide. Megint húz meg a farkát. Jó, Benni lerakta a papírt, megint, és tudom, amikor két kézzel belek megfogott, ki megint meghúzta a farkát, na azt már nem akarta meghallgatni, hogy ott mit mond. Nehéz kenyérfülesnek lenni. Az biztos, egyébként én megértem, hogy a 65. gyerek már idegesít. Mert amikor vagy megrántják a farkát a fülesnek, akkor pont az történik, hogy a maszk rész, ami a füles fejét formázza, igen, az arcával, és hogyha szerencséje van, akkor szemüveges is tudod. És azt meg benyomja a dologba. Na hát úgy, hogy nálunk is ez volt, de egyébként a gyerekek meg ezt élvezték a legjobban. Így van. Lehetett a maci fenekét ütni, a maci nyilván annyira nem. Jó, ilyenkor egy picit azért a szülők is örülnek, lásd Balázsék példáját, vagy hogyha mondjuk például itt van, december 6-a környékén vagyunk, és mondod a gyereknek, hogy na, üljél oda szépen a Mikolásnak az ölébe, addig a Krampusz lányok megitál az én szomból. Tehát, hogy azért leesik itt ott a szülőknek is valami. Megránthatod a Mikulás szakállát például, hogy igazi-e, vagy se gyereke? Mondhatod a gyereknek, hogy próbált ki? Nem, szerintem az nem jó. Nem korrekt? Nem, mert az illúzió romboló. Hogyha lejön. Igen, meg hátasok volt, és kifizeted. De most komolyan, tehát hogy ha már látja, hogy bácsi van alatta, akkor már ott vége mindennek. Mondja, hogy vagyok, nem törtek. Ja, jó, csak kérdeztük, hogy megvagy. De hogy visszatérve csak egyébként fülesként nem dolgod elviselni? Hát, szerintem picit azért vagy te a füles, mert egyébként szereted a gyerekeket. Ugyanakkor megértem, hogy a 66. gyereket a pokolba kivárod, és tényleg meg akarod ölni. De ez amikor, tudod, látod a füles mögött megmutatkozni az embert, aki egyébként valószínű, hogy nem mindig helyzetben szereti a gyereket. De érdekes volt. Hát meg nem olvasta a szakirodalmat, mert abból egyébként kiderült volna, hogy füles farka nagyon könnyen lejár. Mert hogy a Micimackóban ez konkrétan ugye egy sztori. Úgyhogy egy gyerek meg csak ezt csekkolta, hogy tényleg annyira lejáros az a farok.
Megnézte. Hát olvasta a mesét, kultúrált gyerekért, mesélünk neki. Hát jobb, mint hogy egy másik apukához küldted volna oda Benit, hogy rángassa meg a farkát. Igen. Annál sokkal jobb. Valakivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello Zsolt, honnan hívsz minket? Sopronból. Jó idő? Napsütés ott is? Kicsit még borul, de úgy néz ki, ebből már lesz valam, most már talán ide érve késő nyel. Nem, most már jó idő lesz az egész országban, azt mondják. Jó, Jani, milyenek a kérdések? Első kettő könnyebb, harmadik nehéz. Helyes, eszel. Asszonynak bögre kell. Hát, akkor végig kell menni. Én is sorolhatnám, hogy mi kell az asszonynak. Na, megnézzük, hogy mi lesz belőle. Így szól az első kérdés, dedikált nyakba akasztolja. Kinek a slágere a Hogyan tudnék élni nélküled? Hú, gyerekek! Na! Ez a stressz lesz. Hogyan tudnék élni? Apostol, Jézusom! Jézusom! Nem ő sem, ő. Az élet! Bocs, csak gondoltam át. Jaj, Frász, ahogy írtam én, Rózsi. Na! Jó, a gyerekek, na! Nagyon véleményes. Vannak olyan dalok, amiknek a címét egyébként csak énekelve tudod már mondani, mert akkor a sláger. Na, ez igen, én is elkezdtem magamban. Hogyan tudnék én? Igen, de jó dal egyébként. Mindenki lakodalmaz ennek az előadása. Hogyan bírnák élni? Így tolják. Nagyon jó. Menjünk tovább. Bögre kell. Mese nincs. Így szól a második kérdés. Milyen gabonaféléből készül a polenta? Polenta. Puliszka. Puliszka. Kukorica. Na most, hogyha a Feri nem durulunk ebbe a puliszkát, akkor ez nincs meg? Ez biztos, hogy nincs. Igen, polenta, ebben majdnem biztos vagyok. Polenta az olasz, a puliszka meg az erdélyi. Nagyon jó szívűek vagy. Mennyire nehéz a harmadik? Ki fogsz nyúlni, meg fogsz halni, el fogsz benne vérezni. Szerintem igen. Igen. Egyet kell, hogy értsek Ferivel. Jani bedurult. Mindig azt szoktuk csinálni, hogy egyikünk mondja, hogy mennyi, a másikunk, hogy ne, de itt most... Igazából mindenki azt mondja, hogy ne. Janit felmentve én kértem, hogy picit legyenek nehezebbek a kérdések, mert úgy dobáltuk a bögrét, mint más a papír zsebkendőt, hogy kicsit tényleg kelljen érte megdolgozni. 3 hétig, 4 hétig nem volt boom, mindenki vitte a bögrét, hát legyen értéke. Tudod, olyan, mint az arany. Ha nem engedünk sokat piacra, és egy kézben tartjuk és szabályozzuk, akkor fel tudjuk tartani az értékét. Hát Jani komolyan vette ezt hát a kérdést. Igen. Kérdés a következő, hogy most ha tovább megyek és bukok, akkor hős leszek, vagy pancsár az asszony szemében. Nézd, szerintem akkor leszel hős, ha meg tudsz állni, és tudsz idézőjeles gyengeséget mutatni, miközben az az igazi erő lemondani valamiről, és megállni. Mondjuk szerintem hős megmutatni, hogy te végig akartad küzdeni. A másik kérdés még nekem egyébként? Egérpad. Egérpad? Egérpad. Az is jó. Tehát van egy nyakbaakasztó, egy egérpad, vagy egy Klassz FM-es táska. Ez egy ilyen opcionális dolog. Amennyiben a Klassz FM-es táska benne van, akkor szerintem én hallgatok a Balázsra, és lenyelem ezt a bögre dolgot. Bögre fanról beszélünk, meg tényleg bögre őrült a párom, viszont egy Klassz FM-es táskával én szerintem lehet kompenzálni. Álljunk meg akkor. Jó, ez a kérdés egyébként lassan egy hete a harmadik kérdés, mert senki nem mert tovább menni. Ez most egy-két hét alatt ilyen mumus kérdéssé válni. Ki az, aki megugorja majd a harmadik kérdést? Nem én voltam az úttörő, gyerekek, az a helyzet. Nem baj, Zsolti. Figyelj, történelem talán nem lehet vele megfogni. Őt nem. Vagy aki a korszaknak nagy tudora. Melyik korszaknak? Na jó, nem, majd holnap meghallgatom. Zsolti, küldjük az ajándékot. Holnap meghallgatom. Köszi nektek, sziasztok! Ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre! Jelenünk egymásnak, hogy lehet-e még beszélni. 4 perc múlva, pontosan 9 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 9 óra múlt, pontosan 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Piciről beszélgettünk itt a hírek alatt, meg előtte is műsorban, és állítólag üzen nekünk. Tényleg? Igen, a reggelin keresztül üzent valamit. Mert hogy hallgatóink megírták, ugye, hogy mi bekapcsoltuk a tévét, megláttuk picit, üzentünk neki, milyen baromi jól néz ki, mondtam én, te picit megmartad az inge miatt. De ő valamit visszaszólt, nagyon helyesen gondolom, mert ő egy tündéri fiú,
Tehát ők benne semmiféle rossz indulat nincs, tehát nem hallottuk. De ő is azt üzente, ugye, hogy ugyan én szánalmasan vagyok felöltözve, de nagyon szeret, mint ahogy én is ezt hát, nézd! Nem olyan rossz ez a kis narancsárga póló, ami... Ez szerintem, ez a bajnokok márkája. Hogy igen, nem olyan rossz. Valaki írja már meg, hogy mit üzent a pici, kíváncsi lennék. Ugye nyilván neki megmondták, hogy mondtuk valamit, hogy nem hall minket. Az viszont kérdéses, hogy a stábban kihallgat a rádiót a reggeli műsor alatt nálatok. Igen, lehet, hogy vezérlőbe szól a rádió. Lehalkítva megy. Szerintem keverjétek már. Lehalkítva megy a vendég, és a vezérlőben minket hallgatnak. De lehet, hogy nem is üzent valójában, hanem csak egy csókot fújt felém a képernyőn keresztül. Integetett, hogy hello János, kap be. Nem, hogy ezt Jánosnak. Nem, szerintem valami mit visszaszólt adásban. Hogy még mindig az anyja öltöznek. csak nem tudom, hogy mit. Na mindig, ha valaki hallotta, írja meg nekünk. Egyébként a riportban, hogy ott volt egy ügyvédő, volt éppen a vendégük, és rajta is csíkos nyakkendő volt. Ebből én arra következtetek, nem tudom, nem értek hozzá, hiszen nem követem a divatnak a rezdülését, hogy most menő a csíkos? Én sose szerettem igazán, de csak csíkos kicsit több, mint a kockás. Tehát, hogy fölveszed, azt nagyon mellé nyúlni nem tudsz. Igen. Hát olyan, mint a kockás, csak a csíkos az hosszabban kocka. Aha. Hát tudod, hogy azért mégis van érzéked a divathoz? Tehát, hogy amikor azt gondolod, hogy nem vagy jó, akkor olyat mondasz, amivel bebizonyítod, hogy igazán jó vagy. Egy Lagerfeld vagyok. Az vagy. 441-es Cegléden kettős kocs rendőri jelenlét mellett folyik a helyszínelés, üzeni Könyves Nándi, valamint a nulláson az M1-es felé Csepelnél baleset hatalmas sorban már most, üzeni Era. Soroksáron a Szent László és a Tarsai utcában baleset történt, két személyautó és egy kis teherautó, az utóbbi az oldalán. A Tarsai utcát le is zárták, szebb napot Zsuska. Kőkemény baleset a Rákóczi hídon, a budai felhajtónál, szinte mind a két sávot lezárták két összetörött autó miatt, üzeni Laci, és Szentendre végén Szent László felé elszabadult birkacsorda. Érdi lehajtó előtt baleset történt, ez megint a nullás, rendőrök még nincsenek, nagy torlódás várható, ez lehet, hogy amit az előbb mondtam. És a Megyeri híd Békási oldalánál a körforgalomnál lerobbant kamion. Rendőr irányít, nagy a cumi a hídról jövőknek. Ezt is SMS-ben kaptuk. Na, mi az a kis édesség ott jobbra tőlünk? Hát én már szemre vételeztem, és nekem vannak erről a dologról információim. Már szemre megismerem. Tudnom kell az eredetét, az összetevőjét, az alapanyagot, mielőtt hajlandó vagyok egyáltalán megkóstolni. Kérlek szépen, tegnap a kis cukiban voltunk nálunk, a lakásunk alatt, és megláttam, hogy ez az ország tortája, méghozzá 2013-as. Mi vicces lett valószínűleg 2009-es. Igen, csak marad belőle. Az eredeti színe nem is ilyen, nem ennyire zöld. És hoztam belőle, az összeset elhoztam, 4 szelet volt, hogyha akarjátok megkóstolni. Tudjuk az eredetét? E-betű, ízfokozó, olyan mesterséges színezék, semmi? Nem. Egy ország tortájában, hát gondolod, hogy mérgeznének? Nem vagyok hajlandóját megkóstolni. Tiszta? Vegyszermentes? Kérlek szépen, ez a milotai mézes grillás torta. Ennyi. Hihetetlen, a milotai Vénuszt egyébként is láttam már. Na, úgy, nagyon jól néz ki egyébként. Szerintem egy kicsit túl sokat takar magából a hajából, de egyébként nagyon bejön. Hát a milotai Vénusz után a milotai sütemény. Pici csoka kukkoló, de amikor kijöttem nagy tartsára, MH1942 szerintem még ott a parkolóba. Na, hát akkor... Hát tessék, kóstoljatok. Ez megkóstolásért kiállt, nem? Így van, hogy jó az ország. Szerintem nem fogod megválni, nekem egyébként legalábbis jobban ízlik, mint a tavalyi. Nem vagyok nagyon édes szájú, tehát... Én fogok egyet, nézd meg, így csomagolni. És ezt küldték, vagy te találtad én valahol? Vettem, te vetted? És akkor ezzel most mindenki elindul, ezt megválasztják, és akkor ez mindenhol kezdve, kapható? Onnantól kezdve az ország tortájának csak ezt lehet nevezni, és gyakorlatilag minden egyes cukrászdában, ahol azt látod kiírva, hogy az ország tortájára, ugyanaz alapján, a recept alapján. Na de más alapanyagok, más összetevők, tehát nem tud ugyanolyan lenni, nem? Hát ugyanolyannak kell lennie. Ez még friss. Én abból a részéből kérek, ami érintkezett a Feri ujjába. Nem nyúltam, mi? Ott nagyon picit, hogy egy négyzetcentiméteren csak 6 deci nyál van. Nagyon jó. A bal oldalit vedd el. Ez jó egyébként. Az tényleg finom. Jó, hallgatóink számára nincs izgalmasabb dolog, mint amikor három műsorvezető eszik, nem? És elmondja, hogy hú, képzeld el a karamell. Na, azt érezzük most. Van egy kis citromhab benne, az is nagyon jó. Tényleg jó? Aha. Jani, szerintem zenéjünk. Annyi mindent adtál már nekem itt az elmúlt egy évben. Nincs egy villád. Hogy neked adom az enyémet. Tényleg? Igen. De meg se kóstolod? Nem. De miért nem?
Mert megtehetem, hogy nem kóstolom meg. Hát azt mondtad, hogy szeretett karamell. Mi a lélekdonor? Hallod? Értem. Lélekdonor, nem alszom el esténként. Edd meg, hogy itt az a virágnak, vagy csinálj valamit akarsz. És képzeljétek. Nem, tényleg. Ma délután azt gondoltam, kimegyünk bringázni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen, de tudom, hogy édes szájú vagy, és ezzel neked örömet okozok, úgyhogy szívesen neked adom. Hát. Mindenképpen eszek belőle, csak az baj, hogyha most elkezdek belőle enni, akkor onnantól kezdve annyira folyni fog a nyálam, hogy nem lehet hallani majd a szavakat, amiket kértek a számon. Viszont egy nagyon jó hír még azoknak, akik például mondjuk cukorbetegek, hogy most már van egyébként olyan változat is, ami kifejezetten nekik készül, és nekik külön országtortája készül. Így van, cukormentesen, nem ugyanez, ugye, hanem egy egész más torta, de cukormentes. És ez viszont nagyon-nagyon előremutató, nagyon szimpatikus kezdeményezés. És hát erre a cukormentessel látva a napi édesség mennyiségedet lassan neked is majd át kell állni. Ha nem teszed meg magadtól, akkor fehérköpenyes urak fognak neked ebben segíteni, hogy a 16-os cukrodat lenyomják 3-5 és 5-5-ös referencia értékben éjgyomor előtt. Egyébként pontosan, hogy mint a különböző emlős állatoknak, az állatkert meg állatsimogatókban nálunk is otthon már felvalkasztva egy ilyen kis spárgadarabra egy hatalmas darab kősó, azt szoktam nyalogatni, hogy kompenzáljam. Igen, nem kevés a cukorbevételed, egyszer erről érdemes lenne beszélni. Maradj még, Jani, hát azért hello. Berágtál? Ő üzent a pici. Azt üzeni, hogy mi is kapunk ilyen inget tőle. Ezt üzente. De rendes. Jani jól állna. Szerintem. Mivel, hogy hosszában vannak rajta ugye a csíkok, az egy kicsit így slankit nyújt. Tehát, hogy én mindenképpen örülni fogok neki. Viszont az előbb a házriasztóddal kapcsolatban... Ja, bocsánat, nem, itt, bocsánat, csak itt az ja, egész nem. Pontos üzenet. Azt mondta, hogy leszoltátok az ingét, ami Janinek Halloween-nek is jó lenne. Biztos ezért irigyli, de ha olyan jók vagytok a divatban, akkor adhatnátok neki tanácsot, hogy mi állna jól neki. Ezt kérte üzeni Anna. Szellemes a pici. Hát én akkor Janit eljössz. Ne, most ne indulj, ne bánj, ne bánj. Nem, szellemes volt, meg jó fejű reagált. Ott is van egy hölgy, és ő is csíkosban van. Akkor ezek szerint biztos, hogy... Ja, és hát... Mit akartál mondani az előbb? A háziasztóddal kapcsolatban akartam mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha a technika odáig fejlődne, és jó, ti értől egy picit messze álltok, de hogyha mondjuk erről a telefonról rá tudnál szólni a ház oldalain elhelyezett hangszórókra, hogy mit csinálsz? Hova visz? Ne vagy, látlak? Hát most már van ilyen, vagy ehhez hasonló. Ezt szerintem ez iszonyatosan vagány lenni, vagy valahol, és akkor egy 50-60 kilométerről te a ház tulajdonosa bele tudsz szólni egy mikrofonba, és... Igen, állj meg, még két lépés, és elereztem a blökiket. Hát olyan már van, hogy ugye az intelligens ház, aminek a redőnyét, a sötétítőjét, a melegvizét, a fűtését, azt a laptopról indított. Tehát vannak már ezek az intelligens házak, hogy ülsz a gép előtt, és mindent tudsz programozni, nyitászárás, stb. Tehát az online kamerák szintjén ezt már szinte meg tudod csinálni, hogyha vannak kamerák a házban, akkor te fölmész internetre, és wifi-n keresztül megnézed, hogy mi történik a házon belül, erőszakoskodik-e a gyerek a babysitterrel, vagy éppen pont fordítva, vagy mit csinál Juci néni bent a házadban. Tehát ezt meg tudod nézni. Rászólni még nem tudom, hogy tudsz, ezt még nem hallottam. Szerintem az nagyon vicces lenne. Valaki osson befele, látod, hogy nem oda tartozik a fiatal ember, be akar jutni a házba, és egyszer csak megszólal egy hang mögött. Tehát szerintem összecsinálná magát. Na, Vilmos Herceg összeköltözik az anyósával és az apósával, és már most mondom, hogy várunk olyan SMS-eket, mert ezzel szeretnénk egy kicsit foglalkozni. Ha valaki együtt él, vagy az anyós nem akar kiröpülni, vagy neki nem sikerült még, vagy azt mondta, hogy aranyom, hadd jöjjek ide egy pár napot meghúzni magam. És már 4 éve lakik. Igen, mert az én drága férjem kitett otthonról, 4 éve nem tudjátok kitenni anyós tapost. Óvatlanok voltak a háziak, és azt mondták a kedves mamának, hogy költözzön már oda egy 2 napra, segítsen egy kicsit a gyereknevelésben, vigyázzon a gyerekre, aztán a mama nem 2 napot maradt, hanem 2 hónapot, és már nem tudták kitenni a szűrét. Igen, nekik azért annyira nem lehet rossz, mert hogy felújítás alatt áll most egy 21 szobás londoni otthon, amit egyébként magában a palotában alakítanak ki, 2 hálószobás lakrésszel, hogy hát a nagyszülők azok legyenek közel az unokához. Legalább 30-40 szalonnal arrébb. És igen, és összeköltöztek egyébként. Oda költözött az anyós, oda költözött az após, mindenki ott van, és most együtt éldegélnek. Nincs annál szebb, higgyétek el. Na, pont ezt akarom kérdezni, hogy ez valóban ennyire szörnyű, amikor ott lakik az anyós, vagy az após, vagy ez inkább legenda. Te laktál? Mi laktunk együtt, egy régebbi kapcsolatom, egy nagyon hosszú távú volt, és úgy hozta a sorsunk, hogy az ő édesapjával laktunk együtt, a hölgynek az édesapjával, aki
egy halálosan jó fej, intelligens ember volt, viszont egy idő után bármit csinált, megőrültél. Egyrészt már maga az egyháztartásban nem jössz ki például a fürdőszobából mesztelenül, mondjuk fürdés után. Ami egyébként tök természetes, hogy megtörölközöl, ó, nem hoztam a gatyát, vagy nem hoztam a ruhámat, kijövök, átsétálok a szobába, fölöltözöm. Nem teszed meg, mert a folyosón, ő egyébként olasz volt, Enrico egy csodálatos ember. Enrico, mondjuk ő ezeket nem nagyon vette észre, mert egy kicsit bogaras, őrült tudós volt az emberünk, de azért mégsem mentél úgy. Vagy kimentél a nappaliba tévét nézni, és láttad, hogy ő ott ül, és néz valami számodra érdektelen műsor. Nem veszed ki a kezéből a távkocsót, hogy papa, most már értek, menj be a szobájába. És akkor nagyon ez a klasszik fürdőszoba előtt sorban állás, beleszólás, vagy az nem volt? Vagy csak ez egy ilyen kényelmi zónát bántott nekem? Nekem nem volt nagy problémám. Ezek édes fiam, te csak zuhanyozzál nyugodtan, de én itt elintézem a hagydom. Iskoláját, hogy több rostosat kéne ennem, újat úgy fürdőrferikét. Már nem bírja úgy a pasztát a gyógyom, mint régen. Szóval ebből a szempontból is kemény volt, mondom, nem semmiféle botrány, semmi ilyen nem volt, de egy év után már érezted, hogy te el akarsz innen menni. Bármi áron elmenni. Ezt egyébként megértem, pont amit te mondasz, én voltam ilyen lánynál háztűznézőben még nagyon régen, ahol együtt volt a WC és a fürdőszoba. És azért nincs annál jobb, mint amikor bemész zuhanyozni, azt hiszed, hogy magadra zárod az ajtót, de nem csak berakod, elhúzod a kis ezt a műanyag függöny számomra teljesen értelmezhetetlen dolgot, hogy ne csöpögjön ki a víz, jó, de hát nem szép, és egyszer csak azt hallott, hogy valaki jön, fölüti a deszkát, le... És amikor csak így kicsit kidugod a fejed, tudod, és azt hiszed, hogy jól értelmezem, és apuka, hát nem zavartatva, hogy ott ugye a jelölt éppen zuhanyzik, hát azt gondolta, hogy akkor... Most Balázs kell, csapataig harcból állok! Ezt is meg kell szoknia itt a karsznak! Mit csinálsz ebben az esetben? Vagy eljátszod, hogy süket vagy, és zuhanyzol tovább kicsit fütyörészve, hogy próbáld átvezni a saját zavarodat, vagy megszólítod az öreget, mint egy beszélgetést mímelve, hogy ugye érezze, hogy hát te tudod, hogy ott van. Az utóbbi választottunk egy laza 10 perces beszélgetés. Már hajadat kétszer mostad meg, háromszor habosítottad és öblítetted le a testedet. Gondoltam, az nem hiteles, a süket vagyok meg, hogy náluk ez egy megszokott dolog. Hát akkor megszólítottam, és akkor egy nagyon vidám beszélgetés lett. De ő ült, én álltam. Hát meg egy Rigónak hangját mindig elnyomja egy medvét. Szóval ez valóban ennyire szörnyű lehet szerintem, akkor leginkább szörnyű, ha beleszól, nem? Tehát ha az anyós azt érzi, hogy neki a mennyével versenyeznie kell. Vagy az após a bejével. Tehát, hogyha azt érzed, hogy a te fiacskád egy olyan lányt vett el, aki ügyetlen, aki béna, aki szerencsétlen, és te, mint anyós, majd most jól kiosztod, nem? És elhiteted vele, vagy a fiaddal, hogy nem jó az a lány, akit választott. És bármit csinál, abba úgy is bele fog szólni. És ha ezt minden nap megteszi, az azért nagyon sok. Hát így van. Ez azért el lehet érni egy jó ciánozást, egy napi 20-szori jó tanáccsal, nem? És ezt hogy vagy beállítanak, és egyszer csak azt mondják, hogy maradnak? Nálunk ilyen sose volt, tehát hál' Isten a nagymamák azok teljesen normálisak. Ha meg ráadásul ezt nem is mondják, tehát hogy ez benne a legdrámaibb, hogy ugye nem mondják. Tehát hogy nem látod, meg azt sem mondják, hogy meddig maradnak. És nem látod az alagút végén a fényt. Tehát hogy ez tényleg, én konkrétan tudok ilyenről, olyan ismerősről, ahol ugye megkérték a kedves mamát, hogy egy picit vigyázzon már, segítsen már, még most született a gyerek is, hát ugye el kell a segítség, van több gyerek is, el kell a segítség a kismama mellett, és hát maradt akkor egy napot, két napot, három napot, és ott négy ragad. Napot, aztán ott valahogy kicsit hogy már tűnt, hogy be is költözött. Tudod. Olyan jó nektek, fiam, hogy igen, itt vagyok. Igen, tudok, nem, segítek, nem vagyok segítség. Az ingedet. Tehát már érettségizik, hogy nem vagyok segítség. még mindig nem érdett, hogy itt szükség van rá. Valaki hívja már minket, aki mondjuk kirobbanthatatlanul nem tudja az anyósát vagy az apósát kirakni. Lehetősége lenne elmenni. De egyszerűen az anyós nem akar. Mert jól érzi magát. Az megrontja az együttlétet. Az biztos. Anyósom hétvégére jött, tehát 5 éve. 5 éve hétvége van nálunk. Ez a típus, ez olyan lehet, mint a szomszédokban? Ki volt, aki mindig a Vágási Feriékhez ment? Kinek az anyukája volt? Tudod, az a Lenke néni, Janka néni. Ő volt a Julcsi anyukája. Ugye? Mert a Ferivel volt mindig összetűzésben, és akkor a Feri mondta neki, hogy drága Janka néni, nem kéne már innen elmenni, és Janka néni megsértődött. Nem, a Júcsi anyukája nem. Azt mondom, hogy a Jutka anyukája... Azonnal fel kell ünk ábel, amit nem a Júcsi anyukája, Jutka. Dolgok.
Igen, igen. Nem Julcsié, mert... Jutka, rosszul mondtam. És a Janka néni. Janka néni. Hát ő klasszik. Tehát, hogy ő pontosan ez a kategória. Amikor már megláttam, amikor kinézel a kis kéblelő nyíláson az ajtón, hogy Arnold élet. Szerinted hallottad? Halki hallatszódott rádió? Tudja, itthon vagyunk. Tudom, hogy itthon vagy, de arra hattél. Minden nem menekültek. Vagy amikor kinézel a, hogy hívják on, a levélbedobón, ő meg pont bennéz, tudod, és arra hattél. Nézzünk egy kérdésemet, hozzám beállított az anyosom váratlanul, megkérdeztem, meddig marad, igen, nagy klasszikus, mondta, hogy amíg szívesen látjuk, erre megkérdeztem tőle, hogy már egy kávéra sem marad, igen, jó, igen. Az én apósom olyan, aki ha megkérdezi tőlem, hogy hány éves vagy, én erre azt mondom, hogy 28, erre az após azt mondja, hogy a te korodban én már 29 voltam. Ez a mindig mindent jobban tud. Itt miről van szó, rivalizálásról? Valószínű, nem? Ő mindig tud a jobb megoldást az öreg. Tehát, hogy ha te tudod a frankot, ő meg tudja tudni frankot. Azt mondja, hogy nem így csinálnám én, vagy, bármihez így van, hozzá. És hogyha véletlenül elrontod, mert egyébként már síkideg vagy, akkor ne megmentem. Akkor a lúzer vagy öcsém. Én az anyósommal laktam együtt, aminek az lett a vége, hogy a saját albérletemből kitett, ahol ő utána egy hónapig ingyen lakott. Anyós, após évek óta velünk vannak a polcon az urnában, üzeni Laci. Nincs nagy baj. Nem jó, továbbra se javult a viszony egyébként, nagyon sok dühösebb SMS, ott rohadjon meg az anyósom, ahol van. A nagy szobába. Itt vajon. Most éppen a konnyánkban. Vajon milyen? Milyen veszekedések állnak itt? Van az interneten egy összeállítás, Janka néni legjobb pillanatai. Megnézzük, hogy milyen egy idegesítő anyós? Persze. Janka néni legjobb pillanatai? Csak hogy szólna? Figyeljetek. De ő valóban egy idegesítő karakter volt, ugye? Na, abszolút. Uh-huh. Na. Nem nézzük meg! De. Na. Májó kezdődik, ugye? Micsoda minőség. Micsoda hangtechnika. Már készen is vagytok? Kézzük sok van, Janka néni. Hát a kályha? Hol a kályha? Az marad. Köszönjük, de központi fűtés van. Központi fűtés. Aha. Bejönnétek egy percre? Nem örülök, hogy elköltöztök innen. Ma már itt is rabolnak, meg ölnek. Azt a dél-amerikait is meglőtték. Janka néni nem nagykövet. Különben is jön helyünkre az új albérlő. Nem lesz egyedül. Arra gondoltam, hogy adok ajándékba valamit. Legyen egy rendes bútorotok legalább. Ez. Nagy anyádé volt, de nem eladni aztán. Megér vagy 70 ezret. Vedd ezt, Jutka, mint örökséget. Ha már az öcsém még kitagadtak. Rohadt idegesítő, nem? Már most meg tudod ölni. Hangkortozás meg akarod ölni. És most ebbe a pillanatban, ahogy kimondta, hogy 70 ezeret ér, abban a pillanatban tudtad, hogy ezért még fizetne, még fizetnének is, hogy elvigye valaki a lakásból, mert egyébként semmit nem ér, de már a lamptanításkor ott hagyják, és rájuk sokszor. Persze. Másik? Most rögtön. Ezeket kiviszem, elmosom, és összeütök valamit ebédre. Mit ennél, drága Zsuzsám? Most semmit. Ha egy gyilkos tekintet. Igen, már menekülnének. Igen, itt valaki valami ásárba csöppentünk. Itt éppen semmit. Na jó, oké, várunk akkor SMS-eket, jó? Hogy ki az, aki nem tudja kitenni az anyósát, az apósát, mit csinál, mivel gyilkol, mik az együttélés legnehezebb pillanatai. 2 perc múlva 9:30, mindjárt jövünk az SMS-ekkel. Ez itt a Morning Show. 9:50 múlt pontosan 3 perccel, kicsit itt az utolsó óra, az kaotikusnak tűnhet, de nem az. Urai vagyunk a helyzetnek. Csak azért jöttünk vissza ilyen hamar így a zene közepette, mert hogy a pici üzenni akar megint neked 9:50-kor. Hát, Jani, a reggeliből, hogy beszóltál az ingére, és most írtak nekem a reggeli stábjában, hogy 9:35-kor üzenni akar neked. Ugye csináltunk már ilyet, hogy összekapcsolódtunk velük, most ugye nem tudunk, illetve nem voltunk erre felkészülve, csak ő kiszól neked valamit a műsorban. Na. Helyre tesz. Mert beszóltál az ingére, úgyhogy mindjárt meg... Jó, még a Gönci beszél, nem? Csak hogy mit üzen a pici, de közben egyébként várjuk azon hallgatunk SMS-eit, akik együtt élnek anyósokkal, vagy apósokkal, és
megkeseríti az életüket. Például írt egy hallgató, 7 hónapot laktunk anyóssal, egy nap ránk nyitott szeretkezés közben, végignézett bennünket, és a végén csak annyit kérdezett tőlem. Már hazajöttél? Imádni való, nem? Én mondjuk nyugodt volt, nem volt kapkodás. Én ezt kedvelem, igen. Úgyhogy ugye arról beszélgettünk, mert hogy Vilmos Herceg összeköltözik az anyósával és az apósával. Hát ők egy közel 350 millió forintos kis bérleményt, gondolom egy ilyen alig napsütötte félszúterén jellegű. Kicsit penészes falakkal ellátott kis egyszobás valamit sikerült kialakítani. Ők egy tipikus bérből és fizetésből élnek. De hogy jó fejek, szép a gesztus, hogy az anyós és az após közel legyen az unokához ezért. Na, itt az üzenetet, Jani, fiam, pici elkezd beszélni. Na. Meghallgatjuk, mit üzen neked, hogy beszóltál az ingére. Átvett egy másik inget? Átvette. Na. Csütörtökön, azt kell mondom, hogy értek én a szép szóból. Hát nem tudnák esetleg az eleve beszéltünk, mert Sebestyén Balázs és Vadon Jani a rádióban, hát úgy mondom, fikázta, kritizálta az ingemet, a kockás ingemet, ami egyébként szerintem legendásan szép. Jó, rendben van, átöltöztem, ez most egy újfajta irányzat. De arra gondoltam, mert hallottam, hogy Balázsnak és Janinak indul a show műsora, és a siker igazán politikolató legyen, arra gondoltam, hogy mondjuk lehetnék én a stylist. Kedves Balázs, kedvesem, az első oldalamot már megtaláltam. Egy nagyon szép inget szeretném. Ugyanaz az így. Kapható, tulajdonképpen nálam át is vehető. Jó, de hát a pici. Ha ez sem felel meg, akkor nézzétek meg a gallért. Tehát most hárman ültök a stúdióban, itt három gallért láthatok, csak le kell tégni, nem kell mindig tiszta inget hordani, csak letéted a gallért. Ott van a dalat a véget. Úgyhogy választhatok, és ölelek benneteket, köszönöm azt, hogy érdeklődik. Fél jó arc! Jó arc! És ez most tényleg teljesen spontán volt, belobott egy műsorpromó, de ez nem erről szólt. Tehát, hogy Jani csak fölnézett, és tényleg átöltözött. Átvett egy másik inget. Van egy kockás inged, vagy van egy csíkos inged? Csíkos, én örülök neki egyébként, mert közvetlenül a kutyának a szivacsa ott van a kanapénk mellett, és iszonyatosan koszolódik, és így lesz egy tök jó koptató. Szemét! Megint mi van, te ostorozol, bántasz valakit, és mi van, hogy a Balázs és a Jani, a Vágópista 2 éve velem nem áll szóba, mert te beszóltál rá egy műsorba, és azt hiszi, hogy abban az én kezem is benne volt. Pedig egy kicsi igen. Rohadék. Pedig nem. Most mi van, szegény pici? Azt hiszi, hogy ketten szóltunk be. Az egy jó ing volt, azt én nem bántottam volna. De jó, én bírom, ha valaki veszi. Nagyon jó fej. Nagyon jó fej. Na. Ugye beszéltünk Lenke néniről a szomszédokban is, mint idegesítő anyós, aztán itt megírták a hallgatóink visszatérve a témához, hogy ő nem is mint anyós volt, hanem mint egy idegesítő rokon. A Julinak. De nem Lenke, Janka néni. Vagy nem tudom, hogy Lenke néni is volt. De hogy hihetetlen hiányosságok vannak a műveltségekben. Felháborító. Janka néni. Janka. Ő volt ugye az, aki hát a szerepe szerint legalábbis rettenetesen szétkínoszta Vágási Feriéket. Igen. Ugye, Vágási Ferit és Jutkát. Aha. Ivanics Ilona volt, ugye? Azt hiszem a maga a színésznő, aki ezt eljátszotta. És... sikerült gyorsan egy telefonszámot szereznünk Janka nénihez. Rátörtünk ki reggel. Igen, itt van velünk Pásztor Erzsi. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Most mit mondjak, Erzsit vagy Janka nénit? Erzsi, persze. De sokan mondják a Janka nénit, mikor mutogatnak rám az áruházban. De hát ez öröm, hogy tulajdonképpen még emlékeznek rám. Hát pedig az nem volt azért egy szerethető karakter. Hát éppen azért, mert olyan undok voltam, és furcsa módon mégis szeret. Az undok és a rossz karakter az egyébként sokkal jobban megmarad. Az szerintem igen. Egy hálásabb karakter. Azt hiszem, igen. Volt kiből meríteni? Vagy annyira tényleg idegesítően hoztad ezt, és jól hoztad? Nyilván ez egy színésznek dicséred, de tényleg az ember meglátott téged, még én is emlékszem rá, pedig akkor még nem volt véleményem az anyossal való, vagy idegesítő rokonnal való együttélésről. De hogy 2 perc után mindenki mindig verekedni akart, mikor nem, téged nézett. Hát az igazság az, hogy ez mindig az ember szeme előtt zajlik. Hát ehhez nem kellett. Családon belül nem mondanám. Mert az én anyám egy drága, nyugodt lélek volt, egy csupa humor, csupa kedvesség, és épp az anyám volt az, aki állandóan azt mondta, hogy Erzsike, hogy milyen undokok az emberek. Ez borzasztó. Te legyél kedves, kicsikorom óta, mindig arra, legyél kedves, mosolyogj, az semmiben nem kerül. Ha az ember megy az utcán, és valaki ránéz, nem morózusan néz, legyél kedves. Ez se. És hát először ugye gyerekfejjel, ez nekem nem nagyon tetszett. De aztán rájöttem, hogy igen,
azért meg lehet fogni az embereket valahol. Úgyhogy a Jankát nem volt egy, hát jól volt megírva, csupa undokság volt, hát ott tolvaj voltam, részeges voltam, ez ami rossz tulajdonság. Tényleg, te ott itt áll, tényleg, zugivó voltál, ugye? Igen. És még volt egy olyan esetem is, hogy az őrként, hát akkor még Kismadás színházba mentem be előadásra, és az öltöztetőnöm azt mondja, jaj, a férjem, mert beszélgettünk otthon, és mondom, hogy hogy szeretem az Erzsikét, és azt mondta, azt a részeges nőt. Hát olyan sokan, még olyanok is azonosítottak a figurával, aki, és hát egy ominózus esetem volt, ugye a lányommal, ezt már többször elmondtam, amikor Balatonfüreden bementünk vásárolni, és a kislányom nem itthon él, nem Magyarországon él, és akkor a pénztárosnő rám kérdezett, hogy tényleg maga lopta el a gyűrűt. A gyerekem majdnem elejtette a kosarat. Azt hiszem, hogy köpni, se nyelni. Hát mondom, én nem tudom. Mert a szintiszta igazság az, hogy nem is tudtam. Én csak azt a részét tudtam a dolognak, ami rám vonatkozott. És hát ez akkor aztán kiderült később, hogy valóban, hát Janka lopta el a gyűrűt. Ez számomra mindig érthetetlen, és nagy misztikummal hallgatom mindig, amikor tényleg most ugye, most már a Barátok közti szereplők mondják, hogy egy az egybe azzal azonosítják őket, és fel sem merül, hogy színészek, akik eljátszák, hát ugye rengeteg olyan szereplőnk volt, aki itt volt bent, és elmondta, hogy tényleg megállítják az utcán, és számon kérik, hogy miért bántotta, miért ölte meg, hogy tehetett ilyet. Tehát ezt, igen, de van értem. Ennek egy kedvesebb formája is, amikor például nem is olyan régen rám szóltak, hogy Mrs. Lipton. Nem is játszottam, csak szinkronizáltam, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó sorozat volt, és szerencsére azóta is olyannyira jó volt, hogy azóta is szinte minden csatornán ment már, és még azt is, hát ugye ezt nem azonosítottak, csak emlékeznek rá, és ez nagyon jó dolog. Hát igen, kiben mi ragad meg az a színésszel kapcsolatban? Nekem veled kapcsolatban a Tenkes kapitány ugrott be. Amikor nekem például a szomszédok az így nem, egy eleinte nem ismer, hogy ugye rengeteg olyan tévéfilm volt, játékfilm volt, amiben szerepelt, játszottál. Nekem például a Tenkes kapja, mert gyerekkoromban én azt rengeteget néztem, nagyon-nagyon meg... Icike szerepen volt benne. És mégis igen, az. Igen, érdekes dolog ez. Igen, hogy kire mi van hatása, de hát az igazság az, hogy azért a Szomszédok ez most már sokszor idegesít is, amikor valahova meghívnak, mindjárt úgy mutatnak be, hogy és ő a Szomszédokból ismert Pásztor Erzsé. De rájöttem, hogy ez se ér, nem számít. Mindegy, ha emlékeznek rám, annak örülni kell, nem? Hát szegény Kulka János, és ugye mennyi ideig igen, dolgozott igen. Azon, és milyen kiváló színész, milyen kiváló színházi színész, és így szegény van. Még most is görcsbe rándul a gyomra, ha valaki a Magenheim szerepének kérdez rá. És ugyanakkor tudja nyilván, hogy fontos volt, de hát lépten nyomon próbált, vagy próbál ettől szabadulni. Igen, de olyan nagyon sokan tudom azt kollégáimtól, hogy milyen fájdalmas az leélni egy életet úgy a mi pályánkon, hogy igazából a kutya se tudja, hogy ki ő. Úgyhogy ez nem ezért hálásnak kell lenni. Azt nem mondom, hogy nem zavaró néha, de azt el lehet viselni. Mert még mindig jobb ez, mert ott voltunk, csináltuk, szerették ezek szerint, hogy emlékeznek rá, nem? Igen, most pont megnéztünk tőled itt a YouTube-on egy jelenetet, amikor valami komódot akarsz rásózni a Vágási Feriékre, régi Szomszédok jelenet, hogy te kicsit nehezményezett, hogy ők otthagynak téged és elköltöznek tőled. Ez volt a legelső forgatási napja a Szomszédoknak. Tényleg? Mert ugyanis onnan tudom, hogy akkor hagyta el a lányom az országot, akkor ment Olaszországba, és ha nekem a vonatot el kellett érnem, a forgatásról, és az Horváth Ádám mondta, hogy nyugi, odaér, ne izguljon. És ez egy olyan emlékezetes nap, mert a kislányom ugye vonattal utazott, mert könyveket, meg sok mindent ládasz, hol mit vitt, és vonattal ment, és én utána ott a keleti pályaudvaron Trabantom volt, és úgy beültem a Trabantba, és annyira sírtam, annyira ordítottam, hogy de aztán lenyugodtam, és hát tulajdonképpen tudtam, hogy elmegy, jó helyre megy, jön vissza, szóval nem szakadtunk el egymástól. De vissza a lényege a dolognak, hogy ez volt a legelső forgatási napja a Szomszédoknak. És ezért olyan emlékezete. Igen, az a... Ez többek között nem csak Károly hajszerkezetén is látszik, hogy itt azért még hiányos volt. Igen, hiányos volt a stáb, a háttérstáb, tehát, hogy ez az igazság az, hogy a Karcsival azóta is nagyon sokszor előfordult a forgatáson, hogy nem tudtunk dolgozni, mert annyira röhögtünk. Ugye mindig őt piszkáltam, és mindig sört akartam meg
inni akartam, meg enni akartam, meg pénzt. Meg mindig pénzt kértél, én arra emlékszem, hogy mindig egy pár száz forintot, hogy ezres, vagy nem tudom, valamit mindig kértél. Igen, a Jancának mindig kellett valami, és akkor a Karcsival sokszor annyira nevettünk, hogy ugye többször föl kellett venni, mert kibukott belőlünk a nevetés. És ez mind a mai napig megmaradt, hát mi nagyon jó barátságban vagyunk, és mind a mai napig sokszor csak egymásra nézünk, és már nevetünk, pedig el se hangzik semmi. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy beszélgethettünk. Köszönjük, jó kívánok, egészséget kívánunk neked. És mindig kevesebb Jankát az emberek életében. Igen. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, puszi. Pásztor Erzsivel beszélgettünk. De vagy hát akik úgy ismerik, ugye Janka néni a szomszédról, nagyon helyes. És pont az ellenkezője a Janka karakternek az életben. Ugye egy ilyen vidám, kedves asszony, ott megjátszani kellett ezt a nem tudom mit. Igen. Szörnyű, belegondol is, hogy mi lett volna, ha hagyod, hogy kiűzze belőled a démon. Igen, ez most persze röhögtünk, igen, az érészem, az vicces, én tényleg ismerem őt, de konkrétan tudom, hogy ezt rengeteg nővel megcsinálja. Mind a mai fel kellett volna jelenteni már valamelyiknek, tényleg? Fel kellett volna jelenteni, igen. Hogy borul föl a Láncidon egy smart? Nagy na. Kérdés, de áll miatt a város. Szóval ezt mondd meg nekem, ahol a 20 km/h sebessége... Sok a hajtjuk anyar rajta. Egyenesben kell menned. Tehát a körforgalomnál veszted el az irányítást, azt már fölött csapódsz bele a Lánchídba, átmész még a feléig, és ott fölborulsz? Vagy hogy teszel a hátára egy smartot a Lánchídon? Az nem lehet, hogy véletlenül nagy sebessége ráment egy Katica bogára. De tényleg? Megdobta. Hogy azért ahhoz... Hát ott nem vagy ügyes, rutin, nem? Kell egy rutin hozzá. Hát vagy nagyon ügyes vagy. És ez egy voilà, egy mutatvány volt. Vajola, vajola. Egyszer mutatom meg. Hát ez számomra rejté. Halló, Balázs, Feri, Jani, szia. Sziasztok. Hello, hát ez későn jött sajnos, igen, egy hallót hallottam az elején. Jól hallottam? Jó. Ugye az volt, hogy halló, igen, igen. Előtte már mondtam. Igen. Szép próbálkozás. Hogy hívnak? Dávid vagyok. Hello, Dávid. Írtál nekünk jó sokkal kapcsolatban. Nekem az utcán egy középkorú asszony mondta, aranyom, adsz egy 50-est, azt kiosolom a jövőd. Adtam neki, azt mondta, hamarosan találkozol egy gyönyörű nővel, aztán a padra mutatott Ágikával egy menet 2000-ért. Hát igen, övretem, mert megesnek az ilyenek. Ez konkrétan megtörtént? Így van. És szép igen. Nő volt Ágika, tényleg? Hát, azt nem mondanám. Szó. Hát sajnálom, hogy nem mondtad, te vagy a naphallgatója, de ajándékcsomagot nem tudunk adni. Oké, és rendben, köszi. Köszi, hogy minket hallgat, sajnálom. Ciao, szia. Csabi még mindig Szabim. Na hát. Ez most már így marad az egész hétem. Úgyhogy ne fogadj benne, hogy nem két hétem. Nem, hihetetlen. Én mindig azt hittem, hogy Hugh Hefner. A Nyuszis magazinnak az alapítója, ő a legnagyobb életművész, de nem. A Bázi Csaba. És még maradt Szabia szerintem. Keresztül. És még maradt neki. 3 perc van, 10 óra, Garami Gábortól lehet dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.